Sziasztok! Oh, hello. Könyvfakasztó szép estét kívánok mindenkinek, hamaros... Ezzel gondolkodtam egyébként elég sokat. Igen, mert tudod, mi jön. Hamarosan kezdetét fogja venni az Xbox Bethesda Showcase, amit egyébként ki tudtam volna lökni nagyba is ott a sarokba, akik látnak minket képpel együtt, azok tudják, hogy miről beszélek, de nem tettem, nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert ugye erre jelenleg nem a lehetőséget a YouTube. Ez csak neked szól. Ez csak nekem szól. Predator Live, nagyon szépen köszönöm, illetve volt még valaki, aki Zsolinak, nagyon aranyosak vagytok. Fogunk egyébként a jövőben majd a szubokhoz rendelni különböző ilyen challenge-eket, amiket majd bevállalunk. Bevállalok. Te. Én. Nem akarom rád oktrojálni a saját problémáimat, úgyhogy... Eljövök szívesen röhögni rajtad, aztán nincsen semmi gond. Leöntelek ez a hidegvizes vödörrel. Elég, ha nézed élőben a dolgok. Úgyhogy, elkezdeném, hogy mi az, ami miatt szerintem érdekes lesz ez a műsor, aztán hát végigmegyünk szépen a Micronnak a stúdióin egyesével. Csak azért, hogy úgy képbe legyenek az emberek, meg mindenki azzal, hogy mi fog most történni az elkövetkező bő másfél órában. Tehát a Microsoft személyében, vagy Xbox személyében azért bőségesen a játékipar, én kimerem mondani, legnagyobb kiadójáról beszélünk. Főleg most már. Most már bőségesen. És nem csak, hogy a legnagyobb kiadó a játékiparban, de őrületes tőkeerővel rendelkezik, hogyha az Activision szöröstől-bőröstől felvásárlása ezt nem tette volna egyértelművé, de mellette övék a Game Pass, ami szolgáltatásában teljesen piacvezető. Most számomra a mostani konferenciának azt kéne megmutatnia, hogy oké, hogy az Xbox elkezdi ledominálni módszeresen a játékpiacot, de ezen a nagy horderejű eseményen én azt szeretném látni, hogy milyen perspektívát ápolnak. Mit szeretnének csinálni ezzel a 20 plusz stúdióval, és milyen minőségű játékokat várhatunk tőlük a jövőben. Mert azt azért úgy nagyjából konszenzusosan tudjuk, hogy a videójátékoknak igazából két kerékkötője van, ugye a pénz meg az idő. Na most a Micro egyikben sem szűkölködik. Mindegyiket biztosítja a fejlesztői számára. Innentől kezdve szerintem jogosan várhatnánk azt, hogy egymást érjék a patika és büntető játékok. Ennek van egy másik alkotó eleme, amiben sajnos annyira már nem jeleskedik az Xbox, sajnos, de majd erre módszeresen rámegyünk. Neked hasonló ilyen belépő szabás filozófiai eszmefuttatásod van a témával kapcsolatban, vagy ezt teljesen rám bízod ilyenkor? Ez ennyire kurva még nincsen, de én amit látni szeretnék, az a nagyon egyszerű dolog. Microsoft kommunikációjának az élén a Game Pass-szel. Nekem a következő, vagy az elkövetkezendő 95 percben majd mutassák meg, hogy miért érdemes erre előfizetni. Ugye pont annak alapján, amit mondtam neked is, ugye elhoztuk, hogy milyen stúdió vannak a Micronak egyelőre, és ki mind dolgozik, amiről tudunk, és abból a listából egyébként ki fog derülni, hogy valószínűleg olyan kurva nagy megfejtéseket nem kell olyan szempontból válni, hogy új IP hasonlók, hanem ugye én azt várnám, hogy amikről tudjuk, hogy fejlesztés alatt állnak, ezeken majd végigmegyünk, abból szeretnék minél többet látni. Ami rögtön kezdem egy kis negativitással is, mert tudod, én szeretek abban nagyon negatív lenni. Nagyon sok helyről azt hallottam vissza. És ez nem volt megerősítve semmilyen szempontból, de nagyon-nagyon sokan úgy hozták le, hogy valószínűleg a Perfect Darkból és a Fable-ből nem lesz itt semmi. Igen. Ezt ugye mondtam is valamelyik nap, hogy a Fable-t még valamilyen szinten meg is tudom érteni, viszont ha itt valóban nem lesz semmi a Perfect Darkból, azt szerintem azért egy óvatos aggodalomra adhat okot. Ezt az egészet még mindig el tudom nézni a Micronak, hogyha helyette egyébként minőségi lesz a konferencia, mert azért van náluk benne másik sok IP is, csak ez mondjuk a két legnagyobb, amit várunk meg. Ezek a kvázi új IP-jai, tehát olyan címek, amikhez már régóta nem lett hozzányúlva, azért a legtöbb az folytatás, stb. Tehát ez a, tudod, ez a Forza, Halo, Gears tengely, amit már megszokhattunk a Microtól, de egyébként minden adott nekik. Ugye volt egy State of Play-ünk, és volt egy Game Awards, nem Game Awards, mindig keverem, egy Summer Game Festünk, ugye nem is olyan régen, és
szerintem azért mind a kettő viszonylag jó színvonalat képvisel, de semmi olyan egetrengető nem volt rajtuk. Tehát nem, olyan, nem, hogy... olyan, ami így borítaná a Billit. És mivel ugye az E3-nak az idősávjában vagyunk, csak E3 nincs, így teljesen adott az, ami tavaly is ott volt a Micronál, hogy akkor ők most megmutassák, hogy miért ők az egyik piacvezető kiadó. És ha azt a színvonalat tudják nyújtani, amit tavaly, akkor szerintem ezzel nem lesz gond. Abszolút egyetértek. Ugye hiába a Micro ezzel, amit te is mondtál, ezzel a Halo Forza Gears tengellyel van azonosítva, ezért egyébként elég keményen megdolgoztak. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy náluk olyan kiadók és olyan címek vannak házon belül, amik nem csak hogy erősek, de már nagyon érik belőlük az új epizód. És itt szerintem szépen lassan ugorjunk is rá, hogy mik azok, amik itt szóba kerülhetnek, és menjünk át rajta, mit szólsz hozzá. Annyit még hozzátennék, hogy a lista, amit hoztunk, az nem fogja tartalmazni az Activision Blizzard játékokat, hogy az akvizíció még nem zárult le. Ettől függetlenül én több mint valószínűleg tartom, hogy legalább egy kód, illetve a Toys for Bob-nak a Crash játéka meg fogja itt magát mutatni, szerintem, de még nem gondolnám, hogy annyira előterbe tolnák majd az Activision Blizzardos címeket, ettől függetlenül valószínűleg lesznek itt, de most mi elsősorban az Xbox saját stúdiójaira fogunk fókuszálni. Mielőtt ennek meg neki mennénk, ez itt a reklám helye, mindenkinek javasolnám, hogy ha és amennyiben tetszik nektek a műsor, akkor nyugodtan verjetek be egy szubot, ahogy ott látjátok, megy fölfelé a csík, és hogyha fönt tudunk maradni, majd így szépen haladunk előre 100 fölött, majd idővel, akkor lesznek különböző ilyen challenge-ek hozzá kötve, amiket majd tartani fogunk jól. Jó, ezt muszáj volt elmondanom, mert nincsen Twitch stream, meg semmilyen stream ilyen jellegű inzertek nélkül, cserébe igyekeztem rövidre fogni. Na! Forduljunk rá, hogy mik azok, amik itt izgalomra tarthatnak számot. Menjünk a nagyon egyértelműknél. Kezdjünk azzal, hogy felbukkanhat a 343. Igazából adná magát, ugye itt doksiból olvassuk a dolgot, ugye ide beírtad, hogy Halo Infinite. Hát igen, tehát oda, ahol nincsen tervben új projektot, azt írtam, mivel utoljára dolgoztak, illetve hát a Halo Infinite az egy live service modellre épülő játék, tehát folyamatosan kéne, hogy érkezzen hozzá a tartalom. Emiatt én várok is valamilyen fajta Halo tartalmat mindenképpen várok. Szerintem a co-opról kellene kicsit beszélniük, bár én ezt nem hiszem, hogy kivinném egy színpadra. Nagyon érdekes volt, amit mondtál múltkor, hogyha megjelent volna a Halo a tervezett időpontra, ugye a Halo Infinite, akkor mi, akkor 2 évet vártunk volna a co-opra? Hát az hagyja, hogy a co-opra 2 évet vártál volna, de mi lett volna benne a tartalom? De maximum azt tudom elgondolni, hogy a multit elrajtot adták volna. Én nekem van egy sanda gyanúm, hogy ha és amennyiben itt megjelenik a Halo, akkor a régóta pletykált Battle Royale módot fogják bemutatni. A tatankát? A tatankát, igen. Ez lesz elvileg a neve a Halo Infinite-nak a Battle Royale módjának, hogy tatanka. Úgyhogy ne kérdezzétek. Tehát elvileg egyébként a farkasokkal a táncolóban így hívják a bölényt. Igen? Aha. Szerintem egyértelmű, hogy innen vették. Akár lehet. Nem tudom. Úgyhogy ha a 343 felbukkan, akkor valamilyen Halo update várható. 90 perces lesz a műsor, 90 plusz perces. És mivel jövő héten kedden lesz még egy műsor, ahol viszont interjúk lesznek, meg ilyesmi, így alaposokunk van feltételezni, hogy itt trailer után egy nagyon komoly daráló lesz. Tehát még olyan megszakításokkal sem számolok, én legalábbis, mint a Summer Game Festen, hogy Geoff Nile megáll és illeg-billeg a színpadon. Úgyhogy szegény Phil Spencerből nem sokat fogunk látni, bár egy önelégű felvezetést szerintem még elbírna a műsor, de mindegy. Szóval a 343, hogyha felbukkan, akkor valószínűleg Halo vonatkozásban lesz itt. Így van. Menjünk tovább. World's Edge. Ők ugye az a stúdió, akik arra lettek létrehozva, hogy az Age of Franchise-t tutuljgassák, ezt egyébként viszonylag jól csinálják, tehát ugye köszönhettük nekik 2 felújítást, illetve legutoljára az Age of Empires 4-et, ami így a community-n belül picit megosztó lett, de messze nem lett rossz játék. Tehát, hogy azért ez egy nagyon korrektül összerakott Age of 4
vagy Age of Empires játék volt, még akkor is mondom, hogyha nem mindenki kedvelte egyöntetően, sokan ott maradtak inkább a kettőn, kettő Definitive Edition-on, de mindenképpen ezt a Correct Plus szintet ezt Correct hozta. Plus. Na most én ebből kifolyólag arra gondolnék, hogy itt, hogyha lesz Age of, akkor DLC. Már ugye kiegészítőkről szerintem nem is beszélünk nagyon-nagyon régóta, hanem DLC-kről. Úgyhogy én valószínűleg tartom, hogy ha lesz Age of, akkor Age of Empires DLC lesz. Tök jó. Esetlegesen mondanám, hogy feltűnhet az Age of Empires 4-nek a konzolos portja, amiről voltak pletykák, de ott egy kicsit tartok tőle, hogy mennyire tudták megoldani a kontrolleres irányítást, mert ugye az Xbox önmagában támogatja az egér billentyűzetet, tehát azzal nincsen probléma, csak ez szerintem még mindig nem annyira elterjedt. Ha tudnak lőni mellé egy normális kontrolleres irányítást, akkor ezt is örömmel fogadom. Én ugye már többször kifejtettem, hogy mindenfajta stratégiai játék portját konzolra, azt én üdvözlöm. Uh-huh. Úgyhogy ha esetleg ez lesz, akkor az is király. Meg abban a szempontból is ez egy pozitív üzenet lenne, hogy főleg mostanában a jelenlegi korszellemben, amikor nagyon sok játéknál a tartós support, de még a rövidtávú support is így hamvába tud halni, akkor egy jó húzás lenne látni, hogy nem csak, hogy Game Pass előfizetőknek ingyenes egy Age of Empires 4, de még a támogatásáról sem kell lemondani. Ami egyébként egy újabb ok lehet, hogy az emberek nem mondják le azonnal a Game Pass előfizetést. Tehát tévedés ne essék, a Game Pass lesz ennek a mostani előadásnak a fókuszában, ez egészen biztos. Így van. Mi más lenne? Coalition. Hát ők ugye a Micro-nak a Gears csapata. És hát Gears of War-nál elég régen láttunk, ugye... Itt a 6 volt, 5-6? 5. A Gears 5 volt az utolsó, ott már ugye az Off War utolsó két tagot azt eltüntették, az már csak Gears 5 néven futott, úgyhogy szerintem nyilván nem fog idén megjelenni egy Gears 6, de én simán elképzelhetőnek tartom, hogy egy Gears 6-ot bejelentsenek, mert időszerű lenne. Kiváltképpen úgy, hogy a Coalition már demózott animációt, tehát egy ilyen összeállítást Unreal Engine 5-ben. Tehát aktívan dolgoznak. El tudom képzelni, hogy megjelenjen egy Gears 6 valamilyen formában ezen az eventen. Hát szerintem a Gears 6 abból kifolyólag, hogy tehát ismerve a Coalition munkásságát a Gears 4-en és 5-ön, a Gears 6 lesz az egyik legmeggyőzőbb Unreal Engine 5 demo. Hmm. Tehát hogyha valamihez értenek, az optimalizáláshoz, illetve az Unreal Engine-hez ahhoz nagyon, ezt jól megmutatta ugye a Gears 4 meg a Gears 5 is, úgyhogy ha itt megjelenik, akkor szerintem ilyen tech demo jelleggel. Egyébként én a másik dolgot is elképzelhetőnek tartom, amire szintén pletykáltak már, hogy azt hiszem az első három rész és a Judgment egybecsomagolva, mint remaster / remake, de szerintem inkább itt remasterről lesz szó, tiszteletét teheti még idén. Ezt állítólag a Micro ezt így picit előbbre vette ezt a projektet, hogy legyen valami, amit be tud tenni Game Pass-be. Nyilván ez egy hülye hangzik, valami nagyobb dobás, úgymond, amit be tud tenni még idén Game Pass-be, mert majd látni fogjátok ebből a listából, hogy a Micro-nak ez a showcase-e, ez 2023-ról fog szólni. Ez már nem 2022-ről, mert idén már nem nagyon jelenik meg nekik semmi. Ugye a két nagyobb címük, ami jött volna idén, az már nem jön. Tehát se a Redfall, se a Starfield nem jön idén. Igen, de ettől még lesz játékuk, ami várhatóan idén jön. Kurva kíváncsi vagyok, hogy abból látunk-e majd valamit. Én látom, hogy nincsen felírva, legalábbis nem láttam, úgyhogy én azt még bedobom. Hogy azért nagyon kíváncsi leszek, hogy a Scorn-ról kapunk-e bármilyen közelebbi infót, és a Heart... Milyen Heart? Atomic Heart. Ja, Atomic Heart. Az Atomic Heartból lesz-e bármi. Szerintem az nem jön idén. Az a Beres, nem? Az a Ber jön. A Ber, igen. Ja, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Közben átléptük a 401 idejű nézőt, őrületesek vagytok. És Skornról jött update, hogyha nincs SSD-t, nem fog futni a játék. Ezt mondták. Igen? Igen. Akkor ez next gen only. Jó, menjünk tovább. Kérlek, ezt vezest fel, mert úgy látom, hogy itt valamit te találtál. Compulsion Games. Compulsion Games ugye a We Happy Few Tesco gazdaságos bájosoknak a fejlesztői, azóta nem igen hallottunk róluk, azért a We Happy Few az inkább erős közepesnek mondható játék volt. Elvileg egy narratíva központú dark fantasy világban játszódó játékot fejlesztenek,
De most abból kiindul, hogy mikor jött ki a We Happy Few, akár mutathatnak is ebből most valamit. Megjelenési dátumot ilyesmit nem hiszem, de a projekt bejelentésre szerintem jó esély van. Menjünk tovább. Mehetünk. Double Fine. Ők tették le ugye az asztalra a Psychonauts 2-t, nem is olyan régen, fennállásuk legsikeresebb játékát mind box office szempontból, de pénzügyi szempontból is legsikeresebbet, meg kritikai fogadtatás szempontjából is legsikeresebbet. Nem tudom az előbbi mit jelent tekintve, hogy a Game Pass-be bekerült játékról beszélünk, de nem tudom, hogy ebből mit, de valószínűleg sokan játszottak vele. Elképzelhető, hogy ők is kiállnak. Én még korainak tartom. Annyit tudunk róla, annyit erősített meg a izé van az elején, ugye a Tim Schafer van itt? Tim Schafer, igen. Hogy teljesen új IP-n dolgoznak, tehát nem folytatáson, nem remake-en, nem remasteren, nem prequel-en, nem sequel-en, semmi ilyesmin, hanem állítólag teljesen új IP-t fognak kapni. Igazából, mivel a Psychonauts az tavalyi játék, ha jól tudom, tavaly, ugye? Tavaly nyár. Tavaly van. Igazából akár mutathatnak. Tehát ez a Double Fine, ez nem egy nagy stúdió. Tehát ők meg nem dolgoznak nagy játékokon, tehát gyakorlatilag, hogyha nekiállnak egy játéknak, abból mondjuk, ha más nem egy CG-trailert tudnak mutatni. Hát, ha viszont belegondolsz, hogy a Psychonauts 2-t is mennyi ideig heggesztették. Nem azt mondom, meg fog jelenni jövőre, azt mondom, hogy már tudnak belőle mutatni valamit. Hát esetleg droppolnak valami nevet, vagy ilyesmit. Ha már név, akkor viszont beszéljünk az Xbox Divízió egyik legizgalmasabb nevéről, ami legalább annyira izgalmas, mint amennyire fogalmunk nincs róla, hogy mit csinál. Pontosabban a játék nevét azt tudjuk, hogy Perfect Darkon dolgoznak, ez Initiative csapata. Illetve ide vehetjük a Crystal Dynamics-et is, mert ők is a Perfect Darkon dolgoznak. Az akvizíció után is. Szerintem már leginkább ők dolgoznak. Ugye ott van átfedés, mert a Initiative-nak a feje az volt Crystal Dynamics-es. Uh-huh, igen. Persze. Akkor itt van a kutya elásva. Szóval időszerű lenne, hogy lássunk valamit a Perfect Darkból, de nem fogunk Perfect Darkot látni, ugye mondták, hogy se a Fable, se a Perfect Dark nem lesz. Hát ez a pletyka, ezt nagyon sokan lehozták, hogy se a Fable, se a Perfect Dark nincs megmutatható állapotban. Mondom, itt szerintem a Perfect Dark gázabb, hogy nincs megmutatható állapotban, főleg, hogy ez az a játék, amit a Micro úgy kommunikált, hogy a 4A játék, tehát ez a nem szégyellek elkölteni rá kibaszott sok pénzt, bár ilyen alapon a Halo is lehetne 4A játék, mert arra is állítólag 500 millió fölött égettek el lóvét. Igen. Tehát pusztán csak az, hogy mennyit égett a Micro, az arról a Halo Infinite bőségesen tudna beszélni, de akkor ne ragadjunk le a Perfect Dark-nál, menjünk tovább az Inkside-ra. Jó van. Ezt nagyon-nagyon pörgetni akarod? Látom, hogy gyorsan haladsz, csak nem, egy film. Jó, Inkside. Inkside ugye egy kisebb stúdiója a Microsoftnak, és ők utoljára, amennyire jól tudom, a Wasteland 3-at dobták ki, ami egy teljesen korrekt játék volt, egyébként ugye Fallout jellegű, uh-huh. A régi Wastelandek. Hát ez még a felülnézetes Fallout időszak. Igen. Csak ugye az eredeti Wastelandek azok hamarabb jelentek, mint a Fallout. Tehát itt lehet vitatkozni, hogy melyikből inspirálódott. Amennyit most tudunk róluk, az az, hogy elvileg egy steampunk RPG-n dolgoznak, amit a Disco Elysiumhoz hasonlítottak, és elvileg Project Cold Bolt néven fut az egész. Nyilván ez nem jelent semmit, mert általában a projektneveket nem szokták megtartani, de ennyit tudunk az Inkside-ról. Igazából adná magát, hogy megvillancsolja is magát, de hát majd meglátjuk. De ne lepődjetek meg, hogyha az Inkside egy neve felbukkan, akkor... Egy jó RPG. Nem olyan jó RPG. Jó, vonuljunk tovább Mojang. Nem tudom egyébként pontosan, hogy kell kiejteni, nevezzük Mojangnak, jó? A Minecraftos srác. A Minecraftosok, ezt a múltkori reflektorban lehoztuk, hogy tudomásunk szerint egy Minecraft RTS van készülőben az Xbox berkein belül, és valószínűleg előre haladott állapotban van annyira, hogy megmutassák. Ez is kurva egy sikerjáték egyébként. Tehát ha valaki nem figyeli, akkor valószínűleg egy ilyen radar alatti téma a Minecraft, de hogyha valaki mondjuk így veszi a fáradtságot és megnézi, hogy mi van vele, iszonyatosan megy még mindig. Bődületesen nagy siker. Persze, de top 3 eladott játékban a GTA és a Tetris mellett ott van. Rögzetileg egyébként a Tetris még mindig ott van az én. Jó, hát ez sokat elmond egyébként, hogy ilyen sikerjátékok mellett. Azt kéne behúzni a Micro-nak. Igen. Lehetne bundle-be rakni a Solitaire-rel, passziánsza.
Jó, oké. Ne röhögj, az egyik legtöbbet játszott játék Game Pass-en az a Patience. Jó, hát ez sokat elmond a Game Pass felhasználókra. Én is az vagyok, egyébként teszem hozzá. Jó, beszéljünk a kedvenc Ninja Theory-nkról, át is adnám ennél a pontnál a szót, mert olyan, mintha elnyomnálak teljesen. Nem, hát nem. Nem, hát nem. Értelmes dologgal nem nyomsz el, az biztos. Minden pénteken 4 órán keresztül ezt csinálom. Ninja Theory, két játékon dolgoznak. Az egyik, az talán arról nem hallottunk annyit, ez a Project Mara, ez a ilyen elmegyógyintézetes dolog, ami elvileg azt mondták, hogy arra húzzák fel a játékot, hogy az ilyen mentális betegségeknek a megjelenítésére. Köszönjük, Markolat. Úgyhogy ez a kisebbik címük, amivel meg szerintem többen is ismerősek vagytok, ez a Seuna 2, ebből elvileg a tavalyi Game Awards-on, amit láttunk, az gameplay volt, vagy legalábbis in-game, in-engine footage. Az alapján, ahogy tavaly állt, tehát tavaly karácsonykor állt a Seuna, szerintem itt akár egy hosszabb gameplay section-t, bár hogy nyilván az idő függvényében, de meg tudnának mutatni. Én még azt is megkockáztatom, hogy mellé oda fognak tenni egy 2023 Q1-es megjelenést. Adnám magát, tehát hogyha tavaly már ebből lehetett gameplayt mutatni, akkor szerintem idén is mondjuk egy extended gameplay beleférhetne, de akár még egy dátum is. Ha más nem, évet szerintem fognak mellé rakni, de mondom, én megmerem kockáztatni a jövő év első negyed évet is. Maximum akkor teszik későbbre, hogyha a Starfieldet esetleg ott adják ki, akkor attól fog egy nagyobb helyet hagyni a Microsoft, nem fogja egymásra dobálni a címeit. Ha már egymásra dobál címek, akkor beszéljünk. Nem volt ott még egy? Nem. Ennyi volt. Ja, csak az Obsidian. Aha. Igen, tehát az egymásra dobált címek ugye az Obsidian, tehát jelen tudomásunk szerint a Microsoftnak, az Xbox divíziónak a legleterheltebb fejlesztő csapatáról beszélünk, akik valami... 6 címen dolgoznak, vagy segítenek be, amiből 3 saját, vagy 4 saját? Valami ilyesmi. 4 igaz. Az egyik az, ami már régebb óta tudtok róla, ez az Evolved, amit gyakorlatilag a Series X, Series S leleplezésével egy időben jelentette be hasonlóan a Seuna 2-höz, vagy Hellblade 2-höz, bocsánat. Állítólag egyébként van olyan állapotban, hogy megmutassák, most hogy ez azt jelenti, hogy szükségképpen meg is fogják mutatni, azt nem tudom. A szót eltadnám, csak ez meg majd. Én megmondom őszintén, hogy az Obsidianos címek közül erre van kisebb esély, hogy megmutatják, viszont én ezt szeretném, vagy ezt várnám jobban. Okay. Tehát ez tűnik a legnagyobb projektnek, amin az Obsidian dolgozik. Na ez az a játék, ahol én nem leszek türelmetlen, és ha 24-be jön, vagy 25-be, nem érdekel. Az Obsidian tipikusan az a csapat, aki szerintem sose tudta úgymond igazán megmutatni, hogy mit tud teljes valójában, mert mindig olyan megjelenési dátumokhoz voltak kötve, ami miatt a végleges produktum valamilyen szinten csorbát szenvedett. Beszélhetünk itt a Fallout New Vegas-ról, és hogy az milyen bugokkal jelent meg attól függetlenül, hogy egy rettentően jó játék volt, vagy ide sorolnám a Knights of the Old Republic 2-t is, ami szerintem minden szinten felülmúlta az első részt, ugyanakkor látszódott rajta, hogy mind a sztoriban, mind a játékmenetben lett volna még csiszolni, és rengeteg-rengeteg kivágott tartalom volt, úgyhogy a fő fókuszában az Obsidiannak az Evolved van, ez a legnagyobb projektjük. Én, ha mutatnak belőle valamit, nagyon-nagyon fogok örülni, ha nem, ezt is megértem. Főleg úgy, hogy van másik projektjük is egyébként, és akkor itt át is kanyarodnék arra, ami meg valószínűleg viszont itt lesz, ez pedig az Outer Worlds 2. Minél szintén azt mondom, hogy az Outer Worlds 1 az ugye még a már a Microsoft alatt voltak, mikor megjelent, de amikor elkezdték a fejlesztést, még bőven nem, az ugye egy közönségi finanszírozással indult az a projekt, és na az is ilyen tipikus obszidiános megjelenés volt. Jó volt az alapötlet, jó volt a sztori, de teli volt buggal, és nagyon sok minden nem lett befejezve. A második résznél talán ez már nem így lesz,
Ja, bőven tudnak építkezni az elsőre. Egyébként mindenkinek ajánlom azt a játékot, ettől függetlenül szerintem nagyon szórakoztató volt. Úgyhogy, és azt hallottam, hogy az viszont itt lesz. Tehát Outer Worlds 2-t azt viszont látni fogunk itt. Közben itt a chat felületen kiírták, hogy a Microsoftos dolgozó írt ki valamit, aztán Jeff Grubb is megerősített, hogy kint lesz az Evolved gameplay. Igen? Állítólag igen. Nagyon jó, annak viszont nagyon örülök. Na, abban a pillanatban, hogy megjelenik az Obsidiannak a logója, akkor így nagyon-nagyon figyelni fogunk. Illetve ami még közel van, az az 1.0-ás, tehát a úgymond teljes változata a Groundednek, ami egy abszolút ilyen fiók projektje az Obsidiannak. Egyébként egy nagyon kis szórakoztató, viszonylag kreatív környezetben átültetett, ugye ez a drágább összebentek a kölykök. Igen. Tehát ez a miniaturizált kint a kertben túlélő játék, ami most már talán 2 éve van Early Access-ben, és nagyon-nagyon közeledik az 1.0-ás bejelentés, vagy az 1.0-es megjelenés. Azt szerintem, hogyha valahova be tudja rakni a Micro, na ez akkor tipikusan ez az alkalom lesz, tehát hogy... Bocsánat, csak itt közben egy kicsit aggódok, mert hogy most realizáltam, hogy az élő közvetítésnél most az van, hogy 41 perc múlva kezdődik, ami azt jelenti, hogy le fogják késni a 7 órás indulást. Előfordulhat, hogy késnek egy 5-10 percet. Oké. Jó, akkor addig szórakoztatunk titeket majd ilyen tányérpörgetéssel, meg labdajátékokkal, meg ilyenekkel. Vonuljunk tovább. Playground Games. Ugye tőlük a Fable-t várjuk nagyon, mivel a Horizon, a Forza Horizon sorozatból már egyet kaptunk tavaly. Úgyhogy nem valószínű... Az jön a Hot Wheels, Hot Wheels DLC, igen. Tehát egy Hot Wheels leleplezés az még várható, viszont nyilván a Fable-t várnánk tőlük, de ugye korábban már mondtuk, hogy Fable-t azt ne várjatok, mert a Perfect Dark-kal egyetemben ki fogják hagyni a mai show-t. Több, mint valószínű. Igen, de... De ne legyen igazunk, tehát itt, ha tévedünk, akkor király. Na, a Twitch-es Xbox streamen 28 percet írnak? Akkor valamit elbasztak a YouTube-on. Fissetsz már erre rá. Közben kérlek, vidd tovább a felkért. Arba az meg. Igen, tehát Fable. Ha és amennyiben itt lesz, akkor szerintem hát egy nagyon-nagyon aha, most jó, itt van, is okay. Jónak tűnik. Akkor itt egy nagyon-nagyon early footage-ra lehet szerintem számítani, mert mondták, hogy még küszködnek az engine-nel. Tehát azt azért tudjuk, hogy úgy döntöttek, hogy a saját engine-jüket fogják használni, ami a Horizon alatt is fut, a Forza Horizon alatt, ami nagy egybefüggő terek megjelenítésére abszolút alkalmas, viszont nyilván a RPG játékmenetet implementálni egy alapvetően autós játékra fejlesztett engine-re nem egyszerű. Úgyhogy mondom, én kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Egy dolgot nem szeretnék, szerintem annak semmi értelme, hogy még egy CG trailert kiadjanak. Teljesen egyetértek. Úgyhogy a Fable-t, hogyha megmutatják, akkor abból valami kéne, de mindegy, tehát ha ez van, akkor... De azért is felesleges, mert a legjobb tudomásunk szerint nem lesz itt a Fable. Úgyhogy, úgyhogy igazából, ha itt lesz, örülünk, de inkább mindenki arra rendezkedjen be, hogy Fable-mentes lesz ez a mai vasárnap. Erről én sokat nem mondanék, megmondom őszintén, mert az Everwild projektjük az már nagyon régóta van fejlesztés alatt, és az utolsó információ. Az, amiről nem tudják, hogy mi. Igen, és az utolsó információnk az, hogy így menet közben rájöttek, hogy igazából nem tudják, hogy mi lesz ez a játék. Ez konkrétan egyébként lejött, hogy most ez pletyka vagyok, de mindenki mindenféleképpen egyébként vészjósló, hogy ezen a ponton vannak, úgyhogy... De a Rare-nek van egy ilyen projekt. Hát a Rare-től, amire esetleg lehet számítani, az a miről beszéltünk a Reflektor alatt is, az a hivatalos bejelentése a James Bondos játéknak. GoldenEye Remasternek. Így van. Az még lehetséges. És inkább az legyen, mint Sea of Thieves. És itt most bocsánatot kérek a Sea of Thieves rajongótól, engem a 26 ezredik Sea of Thieves-es DLC nem mozgat. Igen, nem ezeket a kontentekért nézzük elsősorban, szerintem többségében ezt a mai eseményt, hanem azért, hogy minél több izgalmas dolgot lássunk, és minél több izgalmas, mondjuk a AAA léptékű bejelentést lássunk, amik tényleg felforralják az ember vérét, és amiért érdemes a továbbiakban is bizalmat szavazni az Xboxnak. Turn 10. Autopornó. Forza Motorsport 8.
Nem tudom, itt lesz-e, de nagyon időszerű lenne, hogy itt legyen, mert a legtöbbet késő Forza epizódról beszélünk, és egyébként nem sok minden indokolja, mert a Turn-10 eddig két évente ki tudott adni mindig egy Forzát, most valamiért nagyon-nagyon hát, le van. Mert ez állat. Az első Next Gen Forzájuk. Jó. Most hülye hangzik, hogy én védem a Forza Motorsportot, mert egyébként engem aztán kurvára idegen, hogy is te vagy a nagy Forza rajongó. De azok alapján, amennyit eddig láttunk belőle, az a kevés, meg amit mondtak. Én arra tudok gondolni, hogy akkor ez most hasonló lesz, mint amikor a One X-et demozták a héttel. Ugye a 4K-val, meg amit tudom én, na akkor a Forza Motorsport lesz az a 8, amikor majd 4K 60 FPS ray tracing, ledobod az álladat, meg mit tudom én, tehát, hogy mert ezzel tud igazából szerintem kiemelkedni. Most autózol. Tehát oké, legyen jó érzés benne vezetni, legyenek jó pályák, legyenek jó autók, nyilván licenszert autókról beszélünk, tehát, de amivel mondjuk a konkurencia felé tudsz nőni, az az, hogyha tényleg ilyen álledobos. Tehát ha valami, na ide be lehet forgatni azt a tizen akárhány terafloppot, ami a Series X-be benne van. Legyen úgy, én nagyon szeretném látni, hogy mire képes. Tehát én nagyon bízom a Forzában, remélem, hogy itt lesz, ezzel kapcsolatban még nem hallottuk, hogy nem lesz. Tehát azok a források, akik azt mondták, hogy ha valami biztos nem lesz, akkor ez a Perfect Dark meg a Fable, nem mondtak Forzát. Én bízom benne, hogy a Motorsport itt lesz. Azt hiszem 23-ra van pozícionálva, talán az volt az utolsó ilyen, 23-24. Vonuljunk tovább, Undead Labs. És itt átadnám a szót. Ismeritek a Undead Labs játékokhoz való hozzáállásomat. State of Decay 3. Tehát ugye ez is le lett leplezve a Series XS időszakban két évvel ezelőtt. Három évvel ezelőtt. Hát egy CG trailert kaptam. Igen, CG trailer volt, aki követi a Reflektort, azt tudja, hogy nagyon komoly gondok vannak az Undead Labs házatáján, tehát ugyanolyanok, mint az Activision Blizzardnál voltak, ebben benne vannak kompetencia problémák, emberi problémák, mindenféle, amit el tudtok képzelni. A kompetencia rész, hogy kifejezetten a játékot érinti, nem tudják, hogy merre menjenek tovább. Ezt nem teljesen értem egyébként, hogy miért pont egy State of Decay kapcsán bizonytalanodtak el. Az előző kettő, az ember azt gondolna, hogy eléggé kikövezte, hogy merre kéne, vagy hogy kéne egy ilyen játékot megcsinálni, de feltételezem, hogy valami pluszt akarnak belerakni. Legyen így, de a jelen tudomásunk szerint ez a játék egyáltalán sehogy nem áll, annál is inkább, mert, hogy, és azt hiszem, jól idézem talán vissza, hogy amikor bemutatták a State of Decay 3-at, a State of Decay 3-ból annyi volt kész, amennyit mutattak. Az a CG trailer. Tehát semmi nem volt. Még nem voltak abban sem kiegyezve, hogy milyen irányba viszik el a dolgokat. Pedig szerintem egy State of Decay-nél olyan sok változási lehetőség nincs. Tehát, hogy egy kóp zombis játék. Tehát egy zombi világban open world lootolós játék azért, tehát azért ez nem egy ördöglakat. Tehát azért ezt egy viszonylag magabiztosan le lehetne fejleszteni, főleg két State of Decay-el a hátul mögött. Szerintem nem lesz itt. Ha megmutatják, nézzen ki jól, legyen egy jó játék. Mutathatnak State of Decay 2-ből is footage-et, szerintem senkinek nem fog feltűnni. Bekavart neki, hogy lett egy csomó pénz. Menjünk tovább, és itt rátérünk a Bethesda-s vonalra. Így van. És hogyha Bethesda és az Xbox, akkor szerintem mindenki kapásból így rávágja, hogy Starfield. Így igaz. Már tudjuk, hogy a Starfield idén nem fog jönni. Azt tudjuk, hogy... Valaki megmondta előre. Valaki. Jössz egy bort. De azt a lényeg az, hogy Starfield idén már nem lesz. Amit tudunk, hogy jövő év eleje. Esetleg kaphatunk ebből egy konkrétabb dátumot, az a baj ezek, hogy hiába mondanak most egy újabb dátumot, az megint egy komolyan vehetetlen dolog lesz. Ez egy visszatérő dolog, én mostanában elég gyakran hivatkozom erre, hogy ezeket a dátumokat úgy kell kezelni, hogy szeretnénk addigra kiadni. Nem azt jelenti, hogy akkor ki fogjuk adni, hanem tök jó lenne. Honnantól kezdve lehetőleg egy éven belül. Igen, az egy ilyen release window. Mondjuk a Halo erre is rácáfolt. De jó, azért nem kellett messzire menni, azért a mi volt a Ratchet & Clank is érdekesen értelmezte a release window fogalmát. Ja, ami megjelent, hogy is volt, hogy 2020 novemberében jöttek ki a gépek, és 21 júniusában jött a Ratchet & Clank, a release window. Igen, valóban az első 8 hónapban benne volt. Ez egy elég nagy ablak. Úgyhogy mindegy, de jönni fog a Starfield. Amire én számítok, Todd Howardnak volt egy olyan nyilatkozata, hogy egyébként már az utolsó simításokat végzik a játékon, akkor nem tudom, novemberig miért nem tudott volna megjelenni, mindegy, de szerintem
gameplayt fogunk kapni. Én is úgy hallottam, hogy egy hosszabb gameplay fog most ide becsapódni. Amit adnék egyébként, tehát szeretném egy picit konkrétabban látni, hogy hogy is fog kinézni ez a Starfield. És itt voltak emberek, akik mondták, hogy jaj, de jó, hát akkor megmutathatják végre majd az Elder Scrolls 6-ot is. Na most, amennyire én emlékszem, még pont annó Todd Howard azt mondta, hogy addig a pillanatig, amíg a Starfield nincs kész, addig ők neki se állnak az Elder Scrolls 6-nak. Várjál, mit jelent az, hogy kész van a Starfield? Tehát mondjuk az 6 évig tartó bug fixek után, vagy? Hát figyelj, abból, abból indulsz ki, hogy a sükrüm hány évig volt piacon, hát illetve hogy még azt hiszem tavaly is kapott újabb kiadást, van idejük, tehát nem hagyja őket a tatára, Microsoft meg nem áll mögöttük korbáccsal, hogy meg igen, lesz szerintem pár év, mire játszhatóra fixálják a Starfieldet. Nem, bocsánat, nem játszhatóra, mondjuk bugmentesre. Bár szerintem is volt olyan Bethesda játék, amit végül sikerült annyira kipecselni, hogy ne legyen benne bug. Gondolj bele, bugmentesen jelenne meg, az egy kultúrsokkot jelentene az emberek számára. Nem tudnák hova tenni. Igen, hogy ez nem is Bethesda játék. De amit hallottunk belőle, állítólag a repülés az valami eszméletlen pocsék, és nem működik, és hogy az engine-nel komoly problémák vannak. Ez nem veszel egyébként a játék élvezhetős. Bár mondjuk a repülés, de... Nyilván egy űrhajós játéknál, hogyha nem élvezhetős röpködni, az nem veszel az élményből. Hát talán az van a központban. De az mennyire komoly éket, hogy még a No Man's Sky fejlesztők is egy indie játékban képesek voltak normális űrhajós szimulációt megcsinálni. Na jó, azért ők se úgy kezdték. Volt gondja, de annak a játéknak nem az űrhajó vezetés volt a problémája. Azt azért össze. Viszont amit eddig láttunk belőle, legalább nem néz ki fosul. Tehát, hogy úgy az engine-nál azért ennyit sikerült kalapálni. Ja, az alapján a 3 másodperces Twitter videó alapján állítjuk, ugye? Egyiknek azt tetszett. Méres Kornos csak ilyeneket ad ki. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Mindegy, legyen itt a Starfield, és egy hosszabb gameplay section kapjunk. Hogy most kapunk-e megjelenési dátumot, vagy nem, szerintem az nem fog senkit se frusztrálni, mert a kapunk is, de úgyse fog elhinni senki. Én teljes entuziasztól telített szónoklatot várok tőle az AlphaDog Games kapcsán. Ők a Bethesdának egy mobiljátékot fejlesztő csapata, az utolsó játék 2014-ben jelent meg. Menjünk tovább. Tehát valószínűleg lesznek mobiljátékok, mert a Micro miért hagynák ki a mobil platformot. Game Pass van arra is, mobilotok meg van, nem? Tehát igazából úgyhogy ki tudnak adni arra játékot. Nem baj, ha lesz, mert végül is egy portfólió esemény, tehát mindennek bele kell férnie. Én csak annyit szeretnék, hogy ne tartson sokáig. Hát egy ilyen 10 másodperc mondjuk elég bele. Nem, tudod, a Micronak szokott tipikusan lenni ez a 8-10 perces ilyen indie és vagy kisebb fajta megjelenéseknek a montázs, amikor tudod, így ledarálnak egy csomó ilyet. Ja, igen. Aha. Abba ez pont elfér egy ilyen. Legyen úgy. Mondom, ennél többet nem, ha muszáj, vigy hozzá be, ne tartson sokáig, én tényleg csak ennyit kérek tőlük. Vonuljon tovább, én ezt nem tudom, miért írtad ide. Azért írtam oda, mert egyrészt az volt, tehát Tango Gameworks, ami szintén Bethesdás csapat, azért írtam őket ide fel, és azért írtam fel a Ghostwire Tokyo-t, mert az volt az utolsó megjelenésük, igen, és több mint valószínűleg a Ghostwire Tokyo-nak a portján dolgoznak. Na most abból kiindulva, és akkor ide kap... PlayStation exkluzív, igen. Igen, ideiglenes exkluzív. Nyilván most még nem gondolnám, hogy azt mondják, hogy akkor holnap ez megjelenik, de szerintem a Ghostwire Tokyo-ra, hogyha a Sony fél évnél tovább vásárolt exkluzivitást, akkor hülyék. Tehát, hogy annyit el tudok képzelni, hogy azt mondják, hogy Ghostwire Tokyo, mit tudom én, októbertől Game Pass-ben. De bár ilyen erővel viszont igen. Most... Igen. Ott, itt lesz. Tudti, hogy itt lesz. Nem ússzuk meg? Nem ússzuk meg. Jó kis Deathloop? Egy jó kis Deathloop, The Definitive Edition. Én Game Pass-be fog jönni, első naptól elérhető lesz, biztos vagyok benne, hogy nem ússzuk meg. Már majdnem egy fél év eltelt, mióta nem láttunk Deathloop-ot, úgyhogy itt lesz, higgyétek el. Mert hogy arra se vett szerintem fél évnél több exkluzivitást a... Bár de, mert ugye az mikor jött ki, októberben, vagy valahogy így? Akkor lehet, hogy akkor annak is össze lejár a... Szerintem itt lesz, és be fogják jelenteni, vagy jön a Deathloop valamikor. Vagy most év végén, vagy jövő elején. Micronak ez jó lenne, mert ugye más nagyobb nagyon játéka nincsen. Deathloop. Figyelj, Game Pass-be betolják, én biztos ki fogom próbálni. De annyit ér, tehát... így ránézésre. Aztán lehet, hogy jobb egyébként, mint amit vár az ember, de erre a bizonytalan dologra én biztos nem kell. Ugye nekem annó se az volt a bajom egyébként, hogy halál szarjáték volt a Deathloop, hanem az, hogy a
Mindenhonnan az jött be, az minden, az valami 3-4 State of Play-en keresztül mindig volt Deathloop. Mindenhol volt Deathloop. Már Csapból is az volt, mint a köptele volt. Volt mondja, hogy egy jó kis 20 perces Deathloop prezentáció. Végig játszál. Oké, menjünk tovább. Na, ez egy baromi érdekes dolog lesz, az id Software. Adná magát ugye a Doom Eternal után egy új Doom. Én úgy tudom, hogy nem fog új Doom jönni. Én pont ezt akartam mondani, hogy szerintem egyébként a Doom Eternal nagyjából kimaxolta azt, amit a Doomból ki lehet hozni. Tehát nekem az volt az, ami például, és most teljesen egy ilyen szubjektív meglátás, tehát a Doom Eternal volt az, aminél több csavarást nem biztos, hogy elbír ez a téma. Meg nem is kell. Úgyhogy szerintem, ha az id Software dolgozik valamin, akkor az ne a Doom legyen. Hanem a Quake. Én méghozzá ugye az utolsó Quake-ünk, ami megjelent, ami klasszikus értelemben vett Quake volt, az a Quake 4 volt. Uh-huh. Méltán elfeledett egyébként, mert mindenkinek a tudatában a Quake 3 aréna él. Az volt az Enemy Territory, a Quake 4? Nem, hanem a Quake 4 mellé jött utána az Enemy Territory, ami meg egy multiplayer ilyen BF-szerű mellékága volt a Quake-nek, de arra sem nagyon emlékszik senki. Uh-huh. Szerintem épp ideje lenne vagy telibe rebootolni, vagy pedig folytatni. Én megmerem kockáztatni a rebootot. Hogy nem, ugye pont a múltkori Reflektorban beszéltünk róla, hogy a Night Dive elkészítette nem is olyan rég a Quake-nek a remasterelt verzióját, aztán ugye ebbe raktak RTX-et, mert minden fiszen faszom, és nagyon szerették az emberek. Szerintem az egy ilyen tapogatózás volt a Micro részéről, hogy az emberek mennyire kíváncsiak a Quake-re, azzal lehetne nagyot ütni. Az engine adott, egyébként nyilván nem kell hozzá valami agyament király sztorit írni, pörgős játékmenet, mint a Doom-ba. Mikor volt az Eternal? 3 éve? Mi a Doom Eternal? Aha. 2 éve, nem? A faszt. Nem erre a generációra jött ki, az biztos. Mi a Doom Eternal? Hogy ne erre jött volna ki? Már nem PS5-re vagy ilyesmi. Ja, nem. Azért mondom, hogy szerintem az így 3-4. Hát 16-os volt a Doom. Akkor mondjuk 18. És azt hiszem, hogy két évre rájött az Eternal. Vagy 18 vagy 19, valahogy így. Akkor viszont, ha igazából a... 2020. Aha. Tehát, hogyha viszont képes volt mondjuk ennyi időn belül letenni két Doom-ot az id, akkor igazából most már bőven prezentálható minőségben kéne itt legyen a következő játékuk. Aha. Akár a Quake-nek, akár egy új Doom-nak. Én nem tartom valószínűleg az új Doom-ot, de bármi is van, szerintem itt már megmutatható állapotban kellene legyen. Hát vagy az izének a harmadik része, mi volt az a rettenet szar, a sivatagba lövöldözős? A Rage. Remélem nem, de... Egyébként figyelj, most így utána így visszagondolva, egyébként a Rage sem volt annyira szar. Rage. Shadow Legend. Menjünk tovább. Jó. Mindegy, meg fel fog bukkanni az id logó, és nem ilyen koponyás szarokat fogunk lövöldözni, akkor a szívem hevesebben fog verni. Mérem majd a pulzusomat a szuper órámon. Oké. Okay. Jó. De egy kvéket adnék, azt mindenképpen. Viszont itt lesz egy olyan cím, ami így annyira nem fogja az én szívemet megdobogtatni, bár biztos vagyok benne, hogy van köztetek elhivatott rajongója a témának. Ez az Arkane Studio-nak a Redfall-ja. Piros esés. Piros ősz. Piros esés. Na, piros ősz. Na mindegy, a Redfall, amit elcsúsztattak szintén jövőre, és hát jó lenne látni belőle, hogy mégis valamit, hogy valamit, ami egy kicsit úgy tovább mutat. Uh-huh. Azon, amit eddig láttunk. Mert ugye legutóbb valamelyik Xbox konferencia volt, ami ezzel zárult. A tavaly? Hát a Game Awards volt ezzel, nem? Game Awards, elképzelhetőnek tartom. Talán a Game Awards. Azt tudom, hogy a Redfallt megmutatták a tavalyi szintén E3-as showcase-ükön, akkor volt, akkor jelentették be. Nem tudom, azok alapján, amit hallottam, nincsen túl jó állapotban, nyilván ezért is csúsztatták el, de ezek inkább technikai jellegű dolgok, úgyhogy lehet, hogy én CG trailereket, megmondom őszintén, CG trailert ott akarok látni, ha új IP-t jelentenek be, annál el tudom fogadni. A már futó dolgoknál ott kevésbé. Főleg, hogyha már mondjuk dolgoznak rajta 2-3 éve, akkor legalább egy in-engine és vagy gameplayt lőhetnének. Nem mászom a falra a Redfall-tól, mondjuk az Arkane-nek a játékait én nem is különösen... Hoznak egy jó szintet, egy korrekt plusz szintet hoznak a játékaikkal, tehát valószínűleg a Redfall se lesz szar. Igen.
Esetleg megerősítésként, ha most bedobnak egy komolyabb gameplayt, hogy egyébként nincs baj a játékkal, mert így néz ki, és mondjuk ilyen akció van benne, meg hasonló, de nálam az érdeklődési faktor az nagyjából a Deathloop szintet éri el a Redfallnál. De egyébként úgy látom, hogy nagyon sok mindenki meg rá van izgulva, úgyhogy... Nálam pont az a érdekes, hogy egyébként egy tök kreatív csapatról beszélünk, de valahogy nem képesek átlépni azon a szinten, ahonnan már itt tényleg úgy... Ja, hogy ezen a Dishonored... Igen, ez a Dishonored, meg a Prey, meg az ilyesmi, tehát, mert ezek nem rossz játékok, egyik sem egy rossz játék, de egyik sem az a játék, ami ez a... Úristen, hát, ha van spórol pénzem, akkor el akarom erre verni. Tehát ez valahogy így engem nem tud ezen a szinten behúzni. Nagyon kellene nekik egy sikerjáték, egy tipikusan nagyon erős sikerjáték. Mert talán az úgy jobban helyükre kerül. De azt nem veszem el tőlük egyébként, hogy meglepően sok műfajban alkotnak egyébként ezen a Correct Plus szinten. Ja. Ennyire az FPS műfajban. Ennyire az. El lehet vele játszogatni. Na, beszéljünk a Machine Games-ről. Machine Games-nél egy projektről tudunk, ami biztosan fut, illetve én szerintem van még egy, ami esetleg itt megjelenhet, azt nem írtam föl. Ugye azt tudjuk, hogy ők dolgoznak az Indiana Jones játékon, amiről a legutolsó hír az, hogy nem lesz exkluzív. Ezt lehet róla tudni. Mert hogy elvileg, amikor erre felkérték őket, hogy csinálják meg ezt a játékot, akkor ugye még nem voltak Microsoft tulajdonban, tehát hasonlóan, mint a kodoknál, valószínűleg nem lesz exkluzív. Ettől függetlenül szerintem a marketingnek a nagy része az Xbox platformra fog irányulni, illetve több mint valószínűleg tartom, hogy első napos Game Pass-es játék lesz. Úgyhogy abból szeretnénk látni valamit, mert abból még kvázi nem láttunk semmit, amennyire én jól tudom. Illetve amin még dolgozhat a Machine Games, az pedig egy főszériás Wolfenstein. Mert a Wolfenstein mellékágai ugye a New Colossus óta azért annyira nem voltak kurvára sikeresek, hogy finoman fogalmazzak, viszont azok ugye nem tehát nem főszériások voltak, úgyhogy esetleg egy új Wolfenstein. Én egyébként iszonyatosan szeretnék, és majd lehet azért fújolni, egy Return to Castle Wolfenstein remake-et. Ó, igen. Az azért kurva erős lenne. Az tényleg egy nagyon jó játék volt, a Return to Castle Wolfenstein. Azt adnám. Meglátjuk. És akkor beszéljünk egy utolsóról. Igen. Én erre semmit nem tudok. Roundhouse Studios, ők azt hiszem a két darab stúdióból lettek összelapátolva, ott rakták össze őket a Bethesda alatt. A Rune 2 volt az utolsó játék, ami megjelent, ami azért volt érdekes, mert kiadták a Rune 2-t, és másnap lehúzták a rolót. Humanhead, igen, ők voltak a Humanhead. Amit most róluk tudni, az, hogy elvileg egy külső nézetes online csapat játékon dolgoznak ilyen... Bocs, ne arra, hogy a Humanhead nem ők csináltak Xbox 360-ra annó valamilyen ilyen fél RPG akciójátékot, amik szintén akkor elbukott, mint a Tigri Kabát? Elképzelhető. Ja, te hogy hívjákra gondolsz, ami az északi mitológiára alapult a... Nem Become Human, de valami ilyesmi neve volt. Hú, nem fog eszembe jutni. Mindegy, de oké, figyelek. Ha valakinek eszébe jut, akkor dobja már be, legyen szíves, mert most megőrülök, basszus. Komolyan. No, úgyhogy ezek voltak az Xboxnak a belső stúdiói. Too Human. Ugye ezen kívül valószínűleg, ahogy már említettem az elején, lesznek itt Activision Blizzardos címek. Itt én a Kodra gondolok, illetve arra a Crash játékra, ugye, amit említettem, erre a online játékra. Szerintem kapunk kodot. Azt mondtam. Tehát az valamilyen formában meg fog jelenni. Ha lesz itt kod, akkor szerintem multit fognak mutogatni, mert ugye a kampányban mutattak a Sumer játékfesztiválon egy hosszabb eresztést. Diablo, itt írjátok a Diablo, Diablo-t annyira nem gondolnám, tehát hogy a Diablo 4-et itt megmutatnék. Nagyon pletykálják, hogy egyébként már kanyarban van a kiadás, úgyhogy elméletileg nem lenne akadálya. Nem tudom, hogy a Micro ennél az akvizíciónak ebben a szakaszában kommunikálhat-e Activision-os játékot már. Szóval figyelj, kommunikálhat. Nem teheti oda mondjuk, hogy exkluzív vagy ilyesmit, de alapvetően marketing jogokat eddig is vásárolhattak rá.
Tehát, hogy... Jó, ebben nem vagyok annyira biztos, mivel ugye a... Ha nagyon ilyen dolgot csinálhatnának, akkor például megtehették volna, hogy a Modern Warfare 2-t bekúrják mondjuk Day-ban a Game Pass-be. Nem tudom, hogy ez meddig terjed. Lehet, nem tartom valószínűnek, hogy itt az Activision játékok akkor a hangsúlyt fognak kapni, de egy kis imán benne van. Ja. Mit kívánsz? Csak itt valaki bedobta, hogy elvileg magyar felirattal megy YouTube-on. Azt be tudod kapcsolni? Igen. Tessék. Hát mi YouTube-on húzzuk a feedet, de itt nincs magyar felirat, hanem... De még nincs mit feliratozni még azért. Az is igaz. Na mindegy, rá fogunk nézni, amikor elindul 5 perc múlva a showcase. Na, amiről még ugye tudunk, Scorn valószínűleg itt lesz, októberben fog állítólag megjelenni, én a Scornnak már nem hiszek el semmit. Szerintem nagyon-nagyon fog mindenkinek fájni, amikor megkapjátok a 2,5 órás Scornt. 5 év vagy 6 év fejlesztés után. Itt, ha bejelentenek hallod egy csúszást arra a játékra. Akkor azt már kutyát nem fog érdekelni. De igen, így is rezeg a lét szerintem, nagyon sok ember meg kurvára leszarja azt a cuccot, mert emlékszem, amikor ezt először bejelentették és leleplezték, akkor azért izzott a net. Legalábbis azokon a területeken, ahol mondjuk ez megértő fülekre talál, ott igen. De pont azokból az emberekből ismerek egy jó párat, és azok már tényleg úgy vannak ezzel a játék, hogy jó, adják ki, de most már annyira nem értek el. Igen. Pedig te nagyon tetszett neked az elején. Igen, bedobtátok közben, szerintem a Scornt azt hagyjuk is így. Ami még nagyon érdekes lehet, én ezt tegnap olvastam, hogy elvileg Kojima 2 játékon dolgozik most, ami a következő megosztásban fog kinézni, Death Stranding 2 PlayStation exkluzív, és amit már írtatok itt is, az Overdose nevezetű horror játék, ami pedig elvileg Microsoft deal-en keresztül fog menni. Tehát azt tudjuk már régóta, hogy ők szerződtek egy játékra Kojimával. Most mindenki azt mondja, hogy ez az Overdose, ez lesz az. Ez egy horror játék lesz, és elvileg itt megmutathatja magát. Nem lenne újdonság, ugyanis nem tudom mennyire emlékeztek, de a Metal Gear Solid 5-nek a leleplezése az Xbox színpadon történt. Az volt az első Metal Gear, ami kijött PlayStation-on kívül valamire, igen, nem? Igen. Nem, GameCube-ra nem, volt a... De azok már ilyen iterációk voltak. Igen. Tehát elképzelhető, nem lenne idegen, hogy Kojima felbukkan egy Xbox konferencián, szóval nem kell majd meglepődni. Amit szerintem viszont ne várjunk, teljesen érthető okokból hozzáteszem, és azon nem is rugaznék sokat, az a Stalker 2. Biztos? Hát figyelj, szerintem most nincs olyan állapotban a stúdió, hogy akár egy demót vagy bármit össze tudott volna lapátolni erre a rendezvényre. Az elmúlt fél évük azért nem erre ment el. Világos, de mondjuk azt meg érdekes mondani, néhány héttel a showcase előtt mondták, hogy újra kezdték a fejlesztést. Refisít ezt arra még egyszer, elvileg fél percet késünk. Az a stream miatt van szerintem, a feed miatt. Ja igen, az a... Bad. Nem, ez a reklám. Ja, a reklám. De nyilván lesz itt valamennyi latency, itt annyi lesz az érdekes, hogy mi ezt majd megpróbáljuk, de tudjátok pontosan, hogyan működik. Ja, az elején, mikor elindul a dolog, akkor majd kérjük a visszajelzéseket, hogy rendben van-e a hang, meg hasonlók, jó? Így igaz. Nem. Minden fasza. Ja. Ennél jobb még sosem volt. Jó. És nem lesz magyar felirat. Ott legalábbis ezen a feeden, a hivatalos feeden nincs. De miért lenne rajta magyar felirat? Nem tudom, itt a cseten írták. No. Elvileg lesz magyar felirat. Jó. Mit gondolsz, Zoli, átforgassuk a képet? Váltsuk át. Ide nézzetek, mit tudok csinálni. Megőrültök. Bam! Na, ilyeneket nyomok. Igen, ahogy Balázs is mondta, fogunk csinálni egy ilyet, amit már megszokhattatok tőlünk. Hova tűnt a fülesem? Itt van. Tehát fogunk csinálni egy ilyet, hogy elkezdődik a stream, és majd légy szíves szóljatok, hogy a hangerő az rendben van-e. Ennyi. Tehát, hogy hangosítsunk, halkítsunk, vagy ilyesmit csináljunk. Most én belőttem, az előző streamhez próbáltam igazítani a dolgot, és nyilván ilyenkor van némi noise, de próbálom valahogy úgy belőni, hogy minden fasza legyen. A mi mikrofonunk nem lesz kikapcsolva, de igyekezni fogunk nem össze-vissza pofázni mindenféle hülyességet, ez főleg engem érint. És még annyi, hogy még utoljára felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy van egy subgombunk, akinek tetszik az, amit lát, meg amit hall, meg amit itt átél élményként,
az egész nyugodtan csapjon egy ilyet rá, és akkor fasza lesz minden. No, no. 45 percnél vagyunk, 40 másodpercnél. Visszakúrok egy hangot, te hallasz most valamit? Nem. Miért nem? Azt szerintem ott is le van véve. Az lehet, látod. Így most jobb neked? Uh-huh. Most már hallom. Jól van. Kifelé jól megy most a hang? Minden faszán hallottok? Hogyha nekem ez ilyen a hangom, és így fogok beszélni, akkor emellett a zenét, ami most ott fut, azt jól halljátok, ugye? Csak mondjatok valamit, sok még a zene. Hallani, aha, tökéletes a hang, tonyó, jó, oké. Ja, akkor vegyük úgy, hogy ez így fasza, és reménykedjünk, hogy a Micro ehhez lőtte be a konferenciának a hangját is, de nyilván... Picit lejjebb eszem, oké. Na. És visszaraktad ugyanoda. Fasz. Na, de akkor forduljunk is rá. Indul! Erre ezt tudjuk, mit jelent, tehát ez konzol és PC. Na, Bethesda. Ez Redfall. Rumor has it something's off at the church. There's blood in the baptismal font, and pastor's gone missing. And my genius plan was to investigate it alone. Of course. Don't trust Layla. Oh, shit. Thank God. Come on, find the others and beat feet. You know, Redfall used to look like it was straight out of a postcard. A picturesque island off the coast of Massachusetts. The bustling historic downtown, the seafront district, and the old lighthouse. Then, something happened. People started vanishing, and those who didn't sold out, big time. Fast forward, basically everyone's either a vampire, a cultist trying to become a vampire, or dead. And these aren't just trashy movie vampires. These monsters blocked out the sun and pushed back all the water, totally cut us off from the outside world. Gotta admit though, if I have to be stuck on an island full of vampires, I'm glad it's with y'all. Feelings mutual, I guess. Aw, thanks, Jacob. We've also got Remy, our engineer genius, and her little robot buddy. She means you'll be born. Who's a good robot? Who's the best robot? And our resident expert on all things creepy. I prefer the term cryptozoologist, but to each their own. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. We've been digging for answers, but haven't found much beyond blood and death. Luckily, the vampires and their sycophants aren't discreet about where they like to nest. I'd bet the answers we need are inside those tourist traps turned fortresses. Spotted some bloodsuckers and their fan club near the festival grounds. Let's start there. Ghosting out. Could go straight at him, or just slip past. Let's just get this done. On my mark. Oh,
Oh shit, blood bag! They know we're here. Look alive! This one is mine. Going up! Vampiros Far Cry, igen, ez elég jó. Elég jól leírja. My cryptid hunter's intuition tells me there's a nest nearby. Hangosabban beszélünk akkor. Igen, próbálj meg hangosabban beszélni. Oh, now I simply must go in there. What is that? Where does it go? Some kind of collective consciousness. That's impossible. There's the movie theater. I used to come here all the time. Why do they have to mess this up for me? Értem egyébként, tehát ugye 90 percet kell kihúzni. Nem rossz ez a játék úgy egyébként, csak nem értem, hogy ez miért jó. Figyelj, viszont végre lesz egy jó, lesz egy kóp játékunk, tehát nekem visszatérő problémám az, hogy tűnnek el a kóp játékok. Ez egy olyan cucc lesz egyébként, hogy Game Pass-ben ott van, el lehet vele játszogatni, összeállunk, kipróbáljuk egyszer, kétszer, egy hét múlva erre már senki nem fog emlékezni. Ez a játék annyira izgalmas, mint a Jamuran stream ruhám. Na, itt a Silk Song. Szerintem ezt senki nem várta, mert ez az, amiről mindig beszélünk, hogy lesz, és soha nem. Ez Agent most boldog. Na, szerinted megy Raven Game Pass-be? Szerintem megy Raven Game Pass-be. Kipus az érték, amit már elfér Game Pass-be. Közben megy most az őrülköt, és megragadnám a pillanatot, hogy mindenkinek megköszönjem, aki nem is van bennünk, és velünk nézi ezt a műsor. A Day One Game Pass nem látom kiírva. De, ott volt, ott volt. Day One with Game Pass, oké. Okay. De mikor lesz az a Day One? Azt viszont én nem láttam. Amikor megjelenik a játék. Ja. Na, a világpremier, erről még nem láttunk semmit. Launch Exclusive. Na, várja. Selling humans as drugs. You're the only one that can stop them. I realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel. You're just gonna leave me here in what, space? Everybody lives in space, including you. All right, you're a bounty hunter now. You've got to help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me. Hey there! I'm Knifey! Stab! Yes! More! I need more stabbing! Jézus! Everyone! Mit közöm az egész szórakoztatónak tűnik. Tényleg a Party Animal szerint? Vajon mi ez? High on life. Ez most októberben jön. Mm. Oké, ezt én nyomom.
Ennyi. De hogy októberben jön egy plusz dátum, nem fért volna oda? Hogy október mikor? Tudom, sokat. Welcome to the Xbox and Bethesda Game Showcase. Today, we're doing something we've never done before. For the first time ever, our entire show is focused on games you can play over the next 12 months. You're going to see more gameplay than we've ever had in a show. Industry-defining racing experiences, gripping narratives, compelling strategy titles, and my favorite, the most anticipated open-world RPG of the last 20 years. All playable in the year ahead. And the best part is, with Xbox, you'll be able to play those games in more ways than ever before. You can play on your console, PC, or on the go with Xbox Cloud Gaming. Jelentés, hogy az you can play with who you want, where you want, and when you want. Láthatjuk. Today, we're going to show you more than 30 titles that are coming to Game Pass. And that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. Játék, ami érkezik Our next announcement shows that the benefits of Game Pass go well beyond the console. We are thrilled to be working with an iconic team that has built some of the most played, most watched franchises in the entire world. And now, all Game Pass members will be able to unlock the benefits for these incredible games on PC and mobile. Egy játék, ami túlmutat a konzolon, nagyon büszke, hogy Game Pass benne van. Players have created a thriving culture of competition and creativity around our games. From clutch plays with friends to unforgettable moments in esports, to amazing creations that have blown our minds, our community has continually taken Riot Games to new heights. Today, we're proud to invite the Xbox community into that world. We're bringing our biggest PC and mobile games to Game Pass. Subscribers will unlock every champion on League and Wild Rift, all Valorant agents, select cards in Legends of Runeterra, and Little Legends in Teamfight Tactics. And that's just the start. Thank you for coming on this journey with us, and welcome to Riot Games. Az mondjuk durva. League of Legends-be kioldják az összes championt. Meg hasonlók. Home sweet home. Mondjuk kérdés, hogyha én beregisztálok egy hónap a Game Pass-be, behúzom az összes ilyen szart, utána meg elmondom, az úgy is működik? Na. Jó, mondjuk azt álmomban nem hittem volna, hogy LOL-t fogok nézni a Big Boss konferencián. Ezt a közben most is lehet elvetni. Erre, aki szereti a kártyajátékokat, próbáljatok rá, kurva jó kis játék. Vagy nem. Tehát This Winter Tale-től elvileg. I'm sorry, Amicia. De a Black Tale. For Hugo. He's not dead yet. Requiem? Aha. De. The macula is not just in Hugo's blood. It concerns everybody.
and it can change everything. No! No! Rotten flesh. Remember, no more killing soldiers. No more killing us. Look out! There's a killer around here! One of our men has been murdered! Merészen átfedeles házikot ilyen tűzbatával dobálni, nem? Hát, hogy ott tudsz célozni, akkor nincs mitől tartanod. You're only making it worse! Amicia, don't! I'm tired of being afraid. I'll show them that it's over. Finally. See, they're nothing. Nothing to be scared of. No. You are not them. What is wrong with me? Hugo. Amicia. Do it. Quick. Ugye, ugye mondták, hogy a elkövetkező 12 hónapra rendezkedjél be, úgyhogy... Na az jó, de azért az idei címek kaphatnának egy dátumot, amikor szeretnék kiadni. Idén. Jó. Tudom. Nem vagyok elég hálás. Hoppá! Forza Motorsport! In-game 4 kell futni. Ó, oh, na jó, akkor most ne szóljatok hozzám. Zoli, addig hogy tetszik a Forza? Nagyon jó. Hát, nem nagyon láttam, hogy... Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport, and I'm joined by Chris Sasaki, creative director at Turn 10. Forza is known for its photoreal beauty and state-of-the-art immersion. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Na, most látni fogjuk, Nordnál. Welcome to Maple Valley. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launched back in 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera with no cuts. Let's jump in with the M8. This includes a 48 times improvement in the fidelity of our physics simulation. Let's advance time of day here and look at the world details. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. Advanced rendering and procedural generation techniques bring a new level of realism to the track. Come on. Let me go ahead and see if we can do it. Here,
here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley. The grass, rocks, 3D vegetation, skies and clouds, they all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Kurva jól fog kinézni, ezt nem veszem el tőle, itt azt mondtam is, hogy erre kihegyezni a újfajcát. You are looking at our all-new dynamic time of day. This is a fundamental system to the new Forza Motorsport. And like weather, is available on every track. These new simulation details add further depth, drama, and dynamics to the racing experience. Hoppá, behozzák a Horizonnek a fesztivál hangulatát. Ford Plus lighting and physically based lights come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures, which affect track surface temps. Grip is also affected by these track temp changes, rubbering in, and of course, weather. Let's head to the pits. We've added features that players have been asking for. Tire and fuel management, multiple tire compounds, and new depth in car building create the ultimate racing playset. Advanced materials and shaders, paired with ray tracing, bring out incredible detail in the gold heat wrap, anodized aluminum, and carbon fiber. Engine bays, with their complex self-reflection, is a place where ray tracing really shines. Car damage is a racing reality. In Forza Motorsport, car damage is reproduced down to the individual scratches on the bodywork. You can see here some of the new details in the directionality of damage, how the paint peels away at exposed and raised edges, in the wheel abrasions, and even in the dirt buildup. Using the power of the Xbox Series X and S consoles, ray tracing makes everything feel more connected. Cars reflecting onto other cars. Cars reflect in their own mirrors, bodywork, brake rotors, and wings. Things just feel more natural, more real. We believe that the accuracy of our overhauled physics, the beauty of our cars and tracks, our new dynamic time of day, advanced car damage, and real-time ray tracing on track lead to a generational leap in immersion. This is the all-new Forza Motorsport. Ez jó, figyelj, nekem ez tetszik, én ezzel el fogok majd játszogatni. Kíváncsi leszek, meddig fog lekötni. Microsoft Longest Running Franchise 40. Mi? Flight Simulator? Ja igen, mert ez a 80-as években kezdődött. A Top Gun kiegészítőt megkapta. Azt hiszem, hogy valami ilyesmi, úgyhogy... De igen, Flight Simulator. Na, ezt kurva jól csinálja. Nem is nagyon van ellenfele a piacon. Kell hozzá egy kisebb erő. Egyébként ezt nem tudom elvenni ettől a játéktől, tényleg van egy olyan szabadság érzete. Ennél tényleg kellettek az ilyen máshol mókusvakításra tűnő dolgok, hogy a Google Maps-nél az elolvasott terepviszonyok, meg ilyesmi. Tényleg úgy érez, hogy nem egy mesterséges környezetben vagy, hanem a valóságban. Uh-huh. Szóval... Ez van a helikopter. Na, ennél például érzem azt, hogy ha szeretném ezt a műfajt, akkor én szerelmes lennék a Flight Simulatornak. Tessék, kaptál dátumot.
Tök jó. Starfield? Nem. Nem. A Pelikánt berakják a Flight Simulatorba? Ó! Ne basz! Na ez vissza... Szerintem Norbi most megy, most... most lehet-e vele vadarat fogadni, az összes hélóssal. Mondjuk ez engem is érdekelne, egy Pelikánt megröptetni. Ez nagyon jó. Kimenni az űrbe. Vagy csak a stratoszférába? Mától. Mától elérhető. Hoppá! Az új Halo legkirályabb tartalma nem a Halo-ba érkezett. Na, valami Blizzard. Tessék, Diablo 4. Kod? Az biztos a Blizzard. Ez Overwatch 2. Mine's Tracer. She's like, cheers up, the cavalry's here. You're one of those heroes, aren't you? Before me, I see the future. Human. Machine. Pont ugyanígy nézett ki 6 évvel ezelőtt, amikor jön az Overwatch 1. Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. I am your queen! Let's take him to the wasteland! Bocs, hazudok, az Overwatch egy jobban nézett ki. Nice work, team. Keep it moving. I cannot wait to push. Draw. Yippee-ki-yay. Boom, baby. Check me out. Get in there. It takes a team to tango. Jó, azt nem lehet elvenni a Microtól, hogy tényleg pörgetik a műsort. De ezt számítottam ki is, de jó. Megállnak 20 percig füvet mutatni a fordulatoszban. Hát ez semmire nem. Októberben indul az ingyenes vita. Never lost, not in 13 years of rule. On the battlefield. Not until today. The reckoning begins in 5, 4, 3, 2, 1! Did you really think this would be a fair fight? Ez a fajta, ez a stílusú játék. Figyelj, a Overwatch-ra is sokáig játszottak, amíg jött bele a tartalom. Aki egyébként Overwatch-os, az nincs már ott a Valoranton? És aki ott van már Valoranton, Valorant lehet annak egyébként érdemi konkurenciát állítani? Na mindegy, bocsánat. Lássuk. Oxid Games, ez mi a szar? Körökreosztott stratégia. Ami forradalmas. History is filled with moments of greatness. Some well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen?
How would you lead them in this new world? History is filled with moments of greatness, but these will be yours. Lesz ilyen is. Oké. Okay. It's good to be here. Celebrating what's Menjú going to be Starfield? Our biggest year yet. Nézd, that includes a few of the projects being developed across Bethesda's 8 studios, starting with Redfall, and the world's first look at gameplay earlier in the show. Redfall is from the studio that brought us Dishonored and Prey. It's got so much of Arkane's DNA coursing through its veins. Compelling heroes, open world campaign, deep customization. Solo or with friends, we can't wait for you to play Redfall when it releases early next year. If you're looking for something to sink your teeth into right now, we've got The Elder Scrolls Online, where you can adventure alongside one of the biggest and most welcoming communities in gaming. This year, ZeniMax Online Studios is taking you somewhere that has never been explored in any Elder Scrolls game. The Elder Scrolls Online High Isle comes to Xbox next week. Ez hanyadik kiegészítő már? 72-dik? Ezt nem láttam minden, amikor a... The Breton elites have lived in safety and comfort. Szerintem egyébként az emberek szívesebben néznék nekem most már egy új Elder Scrolls-ot, mint az online 86. kiegészítőjét, csak én gondolom így. And whispers of a sinister plot stoke the flames of war. At the heart of the conflagration sits the Ascendant Lord. The legacy of the Bretons must be protected. Látom rajtad, Zoltán, megjött volna a kedved hozzá, hogy a jövő héten beugorj egy jó Elder Scrolls online. Ötletem nincs, hogy miből gondolod ezt. Fallout turns 25 this year. As we celebrate the legacy of this storied franchise, Bethesda Game Studios takes Fallout 76 players out of Appalachia for the first time. Akartok még Fallout 76-ot? Nesze! Expeditions the Pit is coming this September. Még mindig update-edik a, vagy bővítedik a Fallout 76-ot? Gyerekek, játszik ezzel még valaki? Hát gondolom. Nem tudom, kivel kötött szerződést a Bethesda, hogy még mindig updatelni kell azt a játékot, de most már nagyon-nagyon egy új Falloutot kéne elkezdeni, Istenem. Hát, hogy alsó hangon legalább egy New Vegas remake-et. From these rad worshiping fanatics. When you're alone and life is making you lonely. Csodálkoztam is, hogy ugye azt mondta az előbb a csávó, hogy 8 játékról fognak most itt beszélni, na így aztán összejön. És túl vagyunk a 701 idejű néző, óriási akartak, srácok. Három hónap múlva jön hallat, és... Mindegy, most már kezdem engedni egyébként ezt a dátumosdit, mert... Köszönöm. Köszönöm. Bethesda Game Studios has been busy, and not just with Fallout 76. After defining the role-playing genre with hits like Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3 and Fallout 4, they're going even bigger with Starfield. Starfield. Later in the show, my good friend Todd Howard will be here to reveal more of their next epic RPG. Na, show végén lesz majd valami szó a Starfieldről. Hát később, azt mondták, később.
End of Show az elég késő. Later in the... Na, hát tessék itt a Hot Wheels kiegészítő, hogy mindig... Hát mi az, bocsánat. Az én videómból miért nem szedtek ki idézetet? De ez miért a Bethesda szakasznál van? Ez már így volt. Mint annó a Legos kiegészítő? Ez kicsit jó volt, szerintem. Nagyon jó. Ezt hangulata van. Nem is, a Trackmania. A Trackmania hangulata van. Hát ez úgy lett. Jó, nem tudtam elképzelni, hogy fog ezt a Hot Wheels cuccot lerakni ide, de ez rohadtul bejön. De tessék, július 19, ez dátum? Ez valószínűleg tartható is. Addigra kész lesz. Na, launch exkluzív cím. Lássuk. My dad tells stories of a terrible war that happened across the sky. Heroes fought and died to give us a chance to start over. All that I know from their earth are the creatures they sent along with us. Ja nem, ez az Ark 2 lesz. And here on Arat, every day is a fight to survive. Anyone can tame this new world? We can. Meg ez a logó kurvára tetszik. Tetszik, hogy a Micro most már nem mer messzire ígérni úgy, mint a Starfieldnél, tudod, hogy jövő novemberben 11-én kiadjuk. Milyen kötösek vannak, hogy tavasszal, meg nem tudom. Egy év múlva üljünk már, és nézzük már meg, hogy ebből valójában mi jelent meg. Scorn! Scorn! Bejelentik a csúszást. Hát akkor kitaposok magamból egy röhögést. Azt. Azt mondod, hogyha a végén ott lesz egy 2023, akkor hangosan felröhögsz? Egyelőre nem. Pletykád dátum van itt is. Ezt mondták előre. Október 21. Oké. Okay. When the gods first emerged from the great below, we saw them as saviors. Instead, they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill a god. I, for one, intend to find out. Jaj, ez a... Ott figyeljenek a második része. Ez az RPG. Thank you.
Ez nem néz ki olyan eszement részesen, figyelj el. Kicsit Godforra hasonlóan. Egész szórakoztatónak tűnik. Szeretem az ilyen játékokat, meg gardal hadonászok is embereket. Hol egyszer bekaladjuk. Flintlock. Erről beszéltünk. Igen. Erről beszéltünk, hogy jön a Flintlock, csak akkor nem volt még hozzá a dátum, mondjuk most sincs. De... Mondták, hogy, hogy dolgoznak egy ilyen, ami Day One Game Pass-es lesz, Flintlock, és hogy milyen lövöldözős, vívós, kardozós, mozgós. Valami ilyesmi. Te a Scornon meg a Horizon DLC-n kívül volt már valami más, ami még ide jön? Semmi. Majd az Atomic Heart. Olyan, na itt van a Minecraft real-time stratégia. Ezt kíváncsi vagyok, hogy oldották meg. Szerintem kicsit pixeles. Legends hold great power. They are the dreams we weave into our shared story. Some legends tell of peace and the beauty of simplicity. Some tell of danger the end of all things. But the legends we hold dearest are legends of hope, of creativity, and of bravery. And friendships that change the world forever. This is the legend of a united overworld. United by you. Ez úgy néz ki inkább, mint... Igen, szabad nézőnek tudjuk, nem? A Dragon Questnek volt egy mellék... vágánya az nézett ki így. Abba volt én a játékmenet. A Dragon Quest Builders az volt hasonló. Unite the Overworld. Jó. Jó. I remember when you first arrived. Outer Drive. Nem, Outer Drive. Nem, az nem nézik ki. You wanted to make a new life for yourself. Sky-es beütése van. And while you explored, you uncovered a mystery. Jó pofának tűnik egyébként. I'm sure we can get to the bottom of this. Na, sárkányos. Together. Lightyear Frontier. Majd egyszer. Most nem
tűnik rossznak. El lehet vele játszogatni. Egy kis peteményes összehozó magas ágyás szimulátor. Game Pass pozitív? Ez a... Szerintem most érkeztünk el az a szekcióhoz, amikor tolja a Micro a indie címeket egymás után. Ami nem baj, mert ilyen is kell. Kicsit aggasztó egyébként, hogy... Felénél vagyunk a műsornak egyébként. Felénél vagyunk egyébként, és nagyjából eddig is kicsit nem láttunk semmiből. Tehát, vagy legalábbis semmi olyan, ami olyan különösebben megkívülő lenne. Forza tetszett. Nem? Forza tetszett egyébként, de azért nem azt mondom, hogy... Nem tudom pontosan mit vártam, de sokkal tovább dolgozott rajta a Drunken, mint szokott. És ahhoz annyira azért nem éreztem azt a húha akármi. De... Biztos jó játék lesz, de nagyon nem érzem azt, hogy keresnem kéne az államat ettől a konferenciától. Még. Viszont nagyon sok a launch exkluzív. Szabad járásával jövő X-Pusszegyen kívül szabad. Hello? Anyone here? Only anguish fills this residence, Benedict. I got a bad feeling about this. Oh, mi vagy, babám? Since I found the first piece, there must be more. That's him, my father. I can guide you through his memories. Hangulatában... Egész eredeti, tehát ilyen paranormális tevékeny ségekes szakosodott, ilyen 18. század, ilyen magyar köszönt, és lehet innerülni az áldozat említett. The Last Case of Benedict Fox. Minden jövő tavasszal jön. Aha. Kurva jó tavaszunk lesz, úgy néz ki. Bonjour everyone. I am excited to be here today to tell you more about Interior Knights' first original creation, As Dust Falls. It started with the desire to create a deep interactive experience all levels of players can enjoy together. Because stories are brilliant, universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. This game is an uncompromising tale of family, resilience and sacrifice, written like a prestige TV show with a unique motion graphic novel style that triggers the imagination. This is an interactive story powered by video games that gives you agency over the lives of far from perfect human beings. This is a thought-provoking experience you can play with people you love, discover insights about each other, and create shared memories. As Dust Falls is an emotional experience that we hope will leave a mark with everyone who plays it. For most people, Turok is just a pit stop. Ezt láttuk már korábban valamelyik konferencián, nem? Wasn't taking the scenic route your idea? This! But for us, it felt like a trap. There's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. In-game capture. On the ground now!
You were in the wrong place at the wrong time. We've been in the wrong place forever. Sometimes doing the right thing is doing the wrong thing. I've got eyes on two hostages. None of us escaped that night. It's okay. Even those of us who made it out alive. You've taken very different paths in life. Akkor ez valami olyasmi lesz, mint a... But they all lead back to Turok. Walking Dead? Lehet. De akkor miért nem azt mutatják? Get rid of the cop. Lehet, hogy valójában így fog kérdezni. Hey there. Közben is. Evening. Hey, Sam. Say, you haven't seen three fellas in a blue pickup, have you? Nope. Been here all day. How you liking the desert dream? Oh, can't complain. Can I ask what brings you to Turok? Ezt a fajta felépítést azt mondta, hogy itt a pontot a tükkületben a kibizóban álmosítanak. Jó, hát ez egy narratív kalandjáték lesz. 8 fős multiplayer. Mi van? Júliusban jön. Ránézünk. Ránézünk, érve. Hajrá! Jó. Nagyon sok exkluzív van. Ez az összes, amit itt mutatnak, az, az a konzol launch exkluzív, az az. Ó, bazd meg, ne tessék, ez neked készül. Na de várjál, ez a fos, ez már nem benne volt PS Plus-ba is? Ja, nem, mi? Csak valami hasonló rendszer. Battle Royale. Rókaport, lányos az a bolyát. Vagy elmondani. Biztos. De legalább lehet tolni ingyér. Ez két hét múlva jön. Tehát uh-huh. Szar, Dark Sector most ugye, ez a naraka tavaly indult, kb. PC-n Early Access-ben rettenetes. Na, a világpremier, Xbox Game Studios, ami belső cím. Lássuk a stúdiót, aztán megmondjuk mi ez. Pentiment. Nem áll, bazd meg, ez mi? Az új filmből. Bebasztam. Miért? A régi magyar népmesék rajzfilmek ehhez képest Next Gen. Ilyen csinál. Jó, kiderül, hogy ez az update megőrül. Ez a Pentiment. Igen. Ez idén jön. Nem volt idejük összedobni. Hát a Grounded-et. Na, ezt is befejezhetnék. Mindegy. Lesz egy ilyen. Emiatt csúszik a többi projektjük. Az. Kids, are you ready for a new wild and wacky fruit flavor? Introducing Apricot. Stop, boss. Make
and Billy Hogg hot dog. Special breaking report. More local teenagers have gone missing. This could be linked to the disturbing trend of missing teenagers from our otherwise quiet town. Ó, kikerül Early Access-ből? Hát az, amit mondtam, hogy valószínűleg itt jelentik be az ekkormányos verzió. Ez egyébként jó. Hello, my girlfriends! Great news! Virgil knows you might be a little homesick, but that can be repaired. First, szerettek az ilyen kraftolos szörvárgyai játékokat, erre próbáljatok rá, ezt tőle király. Against terrifying insects and treacherous wastelands. Hogy jó, hogyha tényleg is kikerül, akkor ezt megpróbálhatnánk megint. Bárhogy érdekel. Igen, amikor kipörgettem körülbelül egy éve az akkor elérhető tartalmakat belőle. We can unravel why you are here. Before someone or something terminates your tiny existence. Good luck! Yeah. Játékos a tárcsúdban. Szeptember. Jó van. Faszasság van. Na most volt két Obsidian projekt, mutatnak a nagyobbak közül is valamit? Az Evolve-ból. Ez lehet az Evolve viszont, hogyha az Obsidiannál tartunk. Konzol launch exclusive. Akkor lehet, hogy multiplatform lesz az Evolve? Ez nem akkor, az akkor viszont izé lesz. Helios. Vedd egy old Obsidian. They search for someone who does not exist. The shadow, the forgotten child of a scattered race, lost until now. Now they have awakened the Erebon. Now they have awakened me. But I am not their hope. I am their reckoning. Ötletes egyébként, tehát ez a fénykikerülős megoldás. They will not drag me into their light. Erre van. Ez a lie. Merre van? 23-ban jön. Mikor máskor? State of the Air. I speak now to those who heed a darker call. Those bold enough to cross the line of sin for deeper knowledge, who follow an unquenchable yearning born of blood and bone, to unlock the forbidden secrets and foulest black rituals, calling forth life from death. To truly embrace this power, you must take it into the world. You will be shunned,
scorned. Marked as a living sacrifice to this profane knowledge. You will be a priest of Rathma. A necromancer. And you will not confront the darkness alone. We are the speakers of the dead. And the dead have no mercy. Hát nem vagyok benne biztos, hogy pont ilyen beharangozót vártam volna a Diablo 4-hez. Nem igazából, ez szerintem csak a karakter klassznak a megerősítő trailerje volt. Ja. Így van. I'm very excited to announce our fifth and final class, the Necromancer, a commander of the undead who joins the other iconic classes around the campfire in Diablo 4. These include the mighty barbarian, the elemental sorceress, the crafty rogue, and the powerful druid. And you'll want them because the demon Lilith, the daughter of hatred, has returned and spreading corruption and evil as she fights to reclaim our dark gothic world as her own. And it's up to you to stop her. Now, Diablo 4 is the culmination of the 25-year history of the franchise, building on top of the best of what's come before with some, you know, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time I might add, some Xbox Series X gameplay, while hearing from a few of the many people behind the game. Na, Series X-en gameplay, Xbox Series X. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. It's not for the faint of heart. It's gory and unnerving. It's creepy. Diablo 4 is all about player choice. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them with all the new features that people really love and appreciate in modern games. Whoever you see yourself being, you can create in Diablo 4. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want to play. It allows you to switch around your playstyle as well. Everything feels very powerful and fun. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take throughout Diablo 4 is your own. There's no linear path that you have to follow. We've got almost 150 dungeons in the game. There's all kinds of surprises as you're exploring. Strongholds are enemy territory that you need to reclaim. But you might have a space that begins as a hostile area. But after you've cleared it out, the evil in this place has been cleansed. It now becomes a friendly town. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get, and you have a real impact on the world as a result. No, you can't leave us here. They might come back any moment. Local events are really cool little story segments that happen within the open world. You'll just be running through the world, and then a local event will pop up, and you can choose to participate in it, or get a group together and just wail on these, like, giant world bosses. These are events that take a lot of people, and you really have to work together. Being able to see all the players on your screen, collaborating, trying to take this big monster down, it's epic. It's so easy to create a community. It makes Diablo more of a social experience. We've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, you're going to be able to group up.
or you could play couch co-op. Two people on a couch can sit there and have a great experience. Van egy rossz hírem. We've created specific zones where players can engage in PvP. Starfield meg biztos lesz. You can start swinging away at people. But you're also opening yourself up to being swung at. If you're like really, really good, the game actually marks you as like a champion on the map. You basically become a loot pinata and everyone wants to chase you down. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new paragon boards, every single time you come back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. And it's something that we're going to support for years to come. I'm really excited for folks to get their hands on Diablo 4. Just to see millions of people really enjoying the different options. Through the campaign. Local events. Couch co-op. Endgame. PvP. It almost doesn't end. And we are so close. Nagyon nem lőtt ki a messzire, azt mondta. Hát azt mondta Michael, hogy egy éven belül jönnek ezek a játékok. Akkor 2023. 2023 egy picit tovább van. Mármint, hogy az... Érted? Értem, az lehet sok minden. Tehát ez eddig akkor jövő nyár, de hogyha jövő nyárig jön, akkor... Na, Sea of Thieves, hogy rohadnátok meg! And as this song will spell out, there's plenty to sing about. Now that you can finally be a captain, can you imagine owning your own ship? Decorated with what you acquire. Then to satisfy your vanity, as long as there's no profanity, you can name it just how you desire. To set sail as a pirate captain, there's boatloads of new features we proclaim. Oh, to set sail as a pirate captain, that's why we really think that you should play this game. And it's available with Xbox Game Pass, of course. Oh, to set sail as a pirate captain, adventure will come knocking on your door. Oh, to set sail as a pirate captain, and you'll be amazed at what we have in store. The choice is yours, whatever captain you may be. Whether that's gold looting, no stone shooting, rumble racing, or embracing, everybody's welcome in this game. So come set sail as a pirate captain. Our time is almost up, so as we leave, if you want to be a pirate captain, season 7 to see your thieves. Na sose ér véget. Jaj, ezt ismerem, ez viszont jó lesz. De ez miért World Premiere? Ez nem az, amit megmutogattak egyszer, egy ilyen... Első Uborka szoftver csinálja ott volt. Ravenlock? Ravenlock? Milyen Ravenlock? Jó van.
de 2023. Jövőre annyi mindennel játszhat, Zoli. Csak győzzed. Mi lesz az utta? Annapurna, mondjuk azok jó tudtok, azt szoktak csinálni. De az Annapurna nem a Stray-en dolgozik most? Szent János Bogár szimulátor. Ez legalább nem tűnik fosnak. Wow, figyelj már, ez nem is néz ki rosszul. Nem puzzle platformer? Ez legalább hogy úgy néz ki, mint hogyha nem. De jó! Milyen fázisban lehetnek ezek a játékok, hogy ezek közül se jön egy idén? Mennyi volt kész belőle? Ez Nio. Nak tűnik. Ez Nio. Nagyon Nio-nak tűnik, és ez nem a Nio 2, úgyhogy úgy néz ki, hogy eddig tartott a exkluzivitás. Nem, akkor új IP. Oké. Okay. De sokat elmondod az eredetiségéről, mindenki azt hitt, hogy Nio. Ez is 2023 elején. Volong. Jó, hát figyelj, igazából valószínűleg a Nio rajongókra targetálnak egy ilyen játékot, és nekik meg tetszeni is fog. Egyébként azt mondod, hogy jó. PlayStation-ra nem jön. Ez, konkrétan ez. Szevaszti, akkora lettél a cső. Japan is a home to some of the most talented and well-known game creators anywhere in the world. We're thrilled to be working with Koei Tecmo to bring Wolong Fallen Dynasty to Game Pass day one. I'm also excited to be working with Team Ninja, who has a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. We know how important it is to our fans to continue to bring more Japanese franchises to Xbox. I'm excited to announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Final Xbox Fantasy VII Remake from our partners at Atlas. Persona. Jön a Persona 5 gyerekek Xboxra. Hát ez nem az öt. Ez a szekényes, hogy most nem lesz a
És hát becsajokat a sziklaszéltről a tóba, hát ez... Ez a Penny Golden, de ez már PC-re van egy jó ideje. Ez viszont már inkább tűnik. Na, három Persona játék is jön. Itt fogsz a gyerekekkel törülni. Fantasztikus. Ó, Isten. Tudod, úgy érzem magamat, mint hogyha a... Now, I'm excited to announce a special partnership between Xbox Game Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Someone that I have admired for many years. Today, I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience like we've never seen before. Kojima desu. Ah, tessék, srácok! Konnichiwa! Kojima Hideo desu. Zutto tsukuritakatta game ga arimasu. Sore wa dare mo taiken shita koto mo mita koto mo nai. Mattaku atarashii mono desu. Sore ga tsukureru hi ga kuru no zutto matte orimashita. マイクロソフトの最先端クラウドテクノロジーと市場の変化によってその未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました。少し時間はかかるかもしれませんが、これから Xbox ゲームスタジオと提携し皆さんに喜んでいただけるニュースをお届けしていきたいと思います。ご期待ください。Jól értelmezem, hogy kutyaszart nem fognak itt most mutatni. We're thrilled to have Kojima Productions working with our teams at Xbox Game Studios. Today, for the first time ever, we have focused on showing you games that you can play over the next 12 months. Today's show celebrates a diverse lineup of global game creators of all sizes who bring with them unlimited potential. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month. Including Naraka Blade Point, As Dust Falls, A Plague Tale Requiem, Pentiment, Persona 5 Royale, Somerville, and Scorn, just to name a few. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, and more. This has been an incredible year. As we achieve kurva jó év volt, az meg egy játékot nem adtatok. And Game Pass, with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming, or our longest fans playing on Xbox and PC, we could not have done this without you. A year ago, we welcomed the talented studios at Bethesda Softworks to Xbox. Their teams have been hard at work, bringing their franchises to Game Pass, shipping updates to their games, and building new experiences for you to enjoy. We know that everyone has been eager to see Starfield. Our show today has highlighted gameplay, so it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most anticipated games in Xbox history. This is Starfield. Valószínűleg ez lesz egyébként a show-nak a nagy vége. Hattyúdala. Maintaining it.
Remélem, nem ennyi volt, bazd meg, most hülyét kapok. It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time, and we know you've waited a long time to finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. Na, akkor most jön a gameplay. Jó, oké. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Jól néz ki. Jó, ez jól néz ki. Egyedül tetszik. Of the Crimson Fleet are using the facility. Jól néznek ki a belterek viszont. Ez fog tudni kópot. Ez a mániád. Hát, úgy nem veled akarok játszani. De a környezet az nagyon faszának tűnik. Elég bossnak tűnik sem. Csak én érzem nagyon darabosnak ezt a játék. Nem. Ez mi? Körülbelül jetpack. A modellek nagyon szépek, de ez a játékmenet nekem valahogy nem áll össze. After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis.
A környezet az nagyon penge, azt, arra nem tudok egy rossz szót sem mondani, de az a lövöltözés... Kisegítsélek? Mondjad. De az brutál kihalt, nem tudom. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? Ott ugyanolyan retek arcanimáció van benne, mint az összes betesnő játékban. Őszintén szóval kíváncsi vagyok erre a játékra, ez még így is a jobb Xbox címek között van. De hát ez... Kicsit hermasztó az De az biztos, hogy ezzel legalább dolgoztak, tehát az legalább látszik. I'm ready to work for UC Sister. Together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers who protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. The path ahead may be dangerous. But we are not stopping. Most of us don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road will change humanity forever. Zoli, ott vagy, ott. És azt mondta, hogy küzdködik a Cloud-dal. That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story. It's the story you create by who you are and the choices you make. And that starts with character creation. Ez a karakter kreálás, ez mitől egy It's olyan, our most flexible yet. Nem tudom. You can customize megfejtés meg a világ 8. csodája, hogy mindenhol mutogatják, hogy bazd meg lehet karaktert csinálni. Vagy ezt külön kiadják a Saints Row-hoz, meg külön egy szekciót szentelnek rá a Starfieldben. That gives you three starting skills. It says here you spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. And you can build your own outposts. These act as a home away from home. Ez jó viszont lesz bázisépítés. Ja, de ez is egy az egyben Moment Sky, még az épületek is ugyanúgy néznek ki. And you can hire characters you meet to keep it up and running. But that's not all. Valami tetszik ebben a játékban. You can even build your own spaceships. You can choose crew members. Ez meg a... And yes, you can completely customize the look and layout. Star Citizennek egy része. Kerbal Space Program. Ez össze van lopkodva mindenből, bazdmeg, amit az elmúlt időszakban űrhajós játék címen kiadtak. I have to say, it's so cool, we just absolutely love this. It's not just how the ship looks, it's how it performs. From engines, to shields, to weapon systems. Because yes, you can fly it. Thrusters boosted.
can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today, and thanks for all the support you've given us over the decades, especially on this game. It's been an incredible journey for us making it, but we know that's really only the beginning, for it's when all of you play it that the real journey begins. And you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Let's take a look at one of our planets, Jemison. You can land in New Atlantis, but you can also land and explore anywhere on the planet. And it's not just this planet, it's all the planets in the system. From barren but resource-heavy ice balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over 100 systems. Over 1,000 planets, all open for you to explore. We can't wait to see what you find. Mennyi content az lesz benne? Hát... meglátjuk, mennyire lesznek ezek a bolygók. Igen, mert ha nagy puszta picsa lesz a 98%-en. De miről fog szólni ez a játék? Végigmész az 1000 bolygón. Tehát... közeledik 2023. Van egy olyan érzésem, hogy most jön azzal, köszönjük, hogy velünk tartottatok, mert pontosan 95 perce megy a showcase. Ó! Vagy... nem, ez a kiköszönő rész. Hogy ez még izé ide? Ja, ez már montázs. Ennyi! Várjál még. Nem. Még bármi is lehet. Várjál. Lehet, hogy van... just one more thing. Az ember van is. Bazd meg! Én még megvárom. Hátha. Annyira megnézni már az embernek az arcát, akinek működő kötelességből azt kell mondani, hogy kurva jó volt a képzelen. Nem menjetek majd még sehova, mert az elkövetkező, de 15-20 percben ki fogjuk beszélni az itt látottakat. Én sok. Vannak. Ez kurva jó volt. Mi volt ennek a címe? Jazzerik and Morty. High on Life. High on Life, igen. Itt a vége, fuss a vége. Fuss a vége. Mondanék egy érdekes dolgot. Beszéltünk már arról, hogy a Microsoft volumenre dolgozik, ugye? Tehát, hogy a Game Pass-be mennyiség van, és nem elsősorban minőség. Ha van benne minőség, az előny, de nem feltétel. A lényeg az, hogy tartalom menjen minél több. Ez a konferencia pont ezt mutatta nekem egyébként, hogy az a fontos, hogy menjen be a content ezerrel, de egyébként nem feltétel, hogy ezek kiemelkedő tartalmak legyenek. És fenntartva azt a lehetőséget, hogy valószínűleg ezek nem lesznek amúgy rossz játékok, de baszki, hogy ebből, hogy a piac legnagyobb kiadójának ilyen line-upja legyen, és úgy, hogy erre a műsorra készültek, ez nekem döbbenetes.
Figyelj, én erre azt tudom mondani, hogy mielőtt elindult a showkész, én azt mondtam, hogy egy dolgot szeretnék látni a Microsofttól, hogy győzzön meg arról, hogy miért vegyek Game Pass-t. Igen. Na most, jó, visszafogom magam. Idénre semmi értelme. Semmi. Semmi olyan nem jön idén, ami kihagyhatatlan, és emiatt Game Pass-re kéne előfizetni. Az összes komolyabb megjelenésük jövőre lesz. Oda sem raktak dátumot. Ugye azt mondták az elején, hogy 12 hónapon belül ezeknek a játéknak a 100%-a meg fog jelenni. Én most letészem a lantot, hogy ez egy kamu. Uh-huh. 23-ra úgy néz ki, lesznek jó címeik, de ha most itt szigorúan végignézed, hát ugye egyrészt beigazolódott az, amiről beszéltünk, se Perfect Dark, se Fable. Ez azt jelenti, ezek nem voltak itt, tehát legjobb esetben is jövő ilyenkor fogjuk őket látni, ezeket jövőre ne várja senki. De bocsánat, de nem csak ez nem volt. Gear sem volt. És az Evolved sem, amiről egyébként beszéltünk itt a chat folyamon, mondtátok nekünk, hogy egyébként több helyen mondták, hogy igen, kint lesz gameplay formájában az Evolved. Na hát most ez nem... Obsidiannak két játéka volt itt. Kettő. A Grounded, aminek ugye majd jön össze az 1.0-es változata, illetve az a rajzolt lófasz. Igen. Ennyi. És a többivel mi van? Tehát nem ezek lennek, és látszik, pontosan ebből látszik, hogy a Micro egyébként, hiszen nagyon-nagyon konteózni akarok, és szeretünk amúgy konteózni, számomra ez azt mutatja, hogy a Micro egyébként nem súlyoz a címek között. Az a fontos, hogy valami kerüljön ki, és számára egyébként nincs különösebb különbség az Evolved meg a Grounded között, mert az a lényeg, hogy az Obsidian valamit kitoljon magából. Ha az éppen mondjuk az Evolved lesz, akkor az Evolved lesz, hogyha valami más, mondjuk egy ilyen kis mobiljáték szintű valami, akkor az a lényeg, hogy valami mindig jöjjön ki. És ez egy elkeserítő mentalitás. Szerintem. Figyelj, de semmiképpen sem mutatja, semmiképpen egy olyan mentalitás, amit egy ekkora cégtől várnál. Nekem mi legjobban tetszett ezek közül a címek közül, az nem köthető szigorúan a Microhoz. Ez a Silksong volt, amit már évek óta ugye vár mindenki. Hozzáteszem, hogy itt sem kaptunk megjelenési dátumot hozzá. Mert egyébként a Redfall ilyen korrekt játéknak tűnik, de semmi agyeldobós, tehát ez a tipikus, amit te is mondtad, egy kooperatív ilyen Far Cry copy. A Forza Motorsport szép, meg autós játék, oké, az úgy rendben lesz, ez nem lesz különösebb probléma, az úgy rendben van. A Starfield nekem csalódás volt, tényleg azt éreztem rajta, amit te is mondtál. Egyrészt rohadtul látszott, hogy ez egy Bethesda játék, tehát ugyanazok a béna arcanimációk, meg a mozgás is rettenetes, a gameplay is pocsék. Ettől függetlenül valószínűleg jól összereszt rakva, lesznek benne jó sok küldetés, meg kurva nagy bejárható terep. Mellette meg azt éreztem, amit mondtál, te is, hogy össze lett lopkodva 10 különböző játékból, és ezen mennyi ideje dolgozik a Bethesda? 5 éve biztos. Hát a Skyrim óta, nem? Várjál, volt valami cikk arról, hogy valami 7 éve, vagy még nagyon-nagyon régóta csinálják. 11-ben jött ki a Skyrim. Igen. Egyébként meg lett a 110 sub, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Köszönöm. De borzasztóan hálásak vagyunk, Alcatraz, szia, és neked is köszönöm. Úgyhogy ez megint csak ilyen korrekt játék lesz, de viszont ebből kiindulva meg akkor jövőre van persze rengeteg, és voltak itt azért egész jó indie címek is, persze. De emellé akkor gyakorlatilag a jövő évi line-upja a Micronak az egy Forza Motorsport és egy Starfield, igaz? Tudod, igen. Meg egy Redfall. Tudod, mi az, ami engem rohadtul nyomaszt ebben az egészben? A legutóbbi Reflektorban pont arról beszéltünk, hogy felvetettük, hogy a Sony attól fogja függővé tenni valószínűleg, hogy kiadja-e a God of War-t idén, hogy mit tesz le a Micro most az asztalra. Ez alapján én nem látnám indokolatnak, hogy kiadjon egy God of War-t idén. Szerintem pont azért fogja kiadni idén, novemberben, amiről már beszéltünk, mert nem indul ellene semmi. Nincs okuk kapkodni. Hát jó, csak azért ott meg lehet kúrni egyébként az eladást elég durván, és mivel ez az utolsó, kvázi utolsó Prevgen címük, vagy Prevgenre is megjelenő címük, ezért tudja, hogyha kidobják novemberben a God of War-t, akkor minden második embernél az lesz a fal alatt. Lehetséges, de ezek közül a játékok közül melyiket látod egyébként veszélyesnek a God of War-ra nézve? Hát ezt mondom, hogy semmelyiket. Ezt mondom, hogy nyugodtan kiadhatják ezt 23-ban is, nem szükséges ezt a légülést. De miért adnák ki egy olyan alkalommal, amikor mondjuk van más játék is, ami
elvehetne akár csak két eladást is. Majd figyeld. Miért nem akkor adná ki, mikor nincs mellette semmi? Majd figyeld meg. Én megmondtam, novemberben jön a God of War, ez így lesz. Azt nem te mondtad, a novemberben a God of War, de nem azt... hírezteltél, de ugye ezek az emberek mondták azt is, hogy lesz Evolved Gameplay trailer. Jó, mindegy. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez nem volt egy szar konferencia, inkább csak egy picit lelombozó. Viszont srácok, hihetetlen eredmények voltak, tehát független attól, hogy nem mi voltunk az egyetlenek, akik közvetítettük ezt a mostani, de így is, így a végére több mint 800-an voltatok itt, és ez hihetetlen, nagyon köszönöm nektek, meg hogy elértük a 110-et, azt is végtelenül, mutatok nektek egy kurva jó immótot, egy ilyet, mutatok nektek, mit szóltok, tök fossa. 800 fölött voltunk, nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, jövő héten nem lesz Reflektor, kicsit átmegyünk a szabis időszakra, de látni fogjátok majd, hogy mikor térünk vissza. Nagyon köszönjük szépen a jelenléteteket, és találkozunk a legközelebbi alkalommal. Így van. Gyertek Discordra! Ciao, sziasztok! Sziasztok!